Hello, hello, szép jó estét mindenkinek! Mekkora muzsika ez? Fú, ezt nincs szívem leállítani, ezt a zenét. Kinek van szíve ilyen zenéket leállítani? Jaj, mi lesz így? Hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez a csodálatos a szombat esti streamen. Szia Zoli, szia Gradakitom, ja, az én vagyok, búta streamer. Szia Misi, szia Klara, szia Satulka, szia Hanúr, szia Bördi, és igen, Bördi már kiszúrta. Ma zene hallgató stream lesz, igen, ezt az egy számot fogjuk ismétlőre rakni, hogyne. Nem, kicsit még picit ráhakítok, kicsit. Úgy. Magának köszön. Fúj, önimádó. Igen, sasszám már kiszúrta, sőt, amúgy az a baj, nem tudom kicserélni. De várjatok, tudok olyat, hogy kép odafigyeljél, várjál csak pillanat. Igen. Oké. Okay. Meg ez nem áll meg középen. Úgy, na, így nem olyan ijesztő? Így jó lesz? Ez az? Na ez. mehet is a titán. Wow! Figyelj, titán. Wow! Ezzel fogtok álmodni. Na, jól van. Inkább jövök én. Sziasztok! Na, mi újság veletek? Mi újság veletek? Hogy telik a hétvége, remélem mindenki pihen. Mocskos meleg van. Be is nyom szerintem a ventilátort pillanat. Na, ne porogjál! Úgy. Jó, megvagyok. Melegen, borzalmas, nálunk egész nap ment a klíma, most így estére kapcsoljuk ki, mert mindenki becsukódik a szobába, és most csak a konyhában van, úgyhogy úgy fölöslegesen menne, mert úgy sem jön be sehova. Úgyhogy még most is 24 fok van. 24 az már tűrhető. Amikor 25-re van állítva a klíma. Így napközben. Úgyhogy, ja, az tűrhető. Kutya az meghallja a hangom, és ugat a szomszédba megállás nélkül. Jó estét és sok szellőt mindenkinek. Szia Kina, hello, hello. 15-20 fokkal van melegebb, mint kellene. Nekem elég lenne a 15 is. Hát alváshoz amúgy az nem rossz, ilyen 15-18. Szeretek hűvösbe aludni. Szia valaki, hello, hello. Na, több újítással is készültem nektek mára. Hát, hol is kezdjem? Hát az egyiket ugye Birdie már meg is találta, a titánt, ami ráadásul follower hangulatjel lett, úgyhogy ezt nyugodtan nyomhatja bárki. Nem kell hozzá szábnak lenni, azt tudjátok akkor is spamelni, amikor majd vicceskedünk azzal, hogy titán az nem kell, mert ez most már mém lett nálam. Meg használjátok majd a felkiáltójel titán kommandot. Hozzáteszem, hogy ahhoz is beraktam, úgyhogy a bot is fogja nyomni az emótot. Bár nem tudom, hogy a Nightbot az... Várjunk csak. Azt nem is néztem meg. De tudja, jó, Nightbot tudja, oké. Akkor Nightbot követőm. Szóval, igen, azt tudjátok nyomatni ezzel. A másik újítás, hogyha itt a stream alatt hol van a szívecske? Melyik, milyen szívecske? Mindjárt követő számlálóra is eljutok, igen. Milyen szívecske? Mi tűnt el? A DC-s. Mi? Ja, majd azt mindjárt. Jó, majd mindjárt nyugi. Szóval, akkor térjünk rá arra rögtön. Most itt mutogatni fogom magamat. Kép a képben lesz ezerrel.
Ha áttérünk erre a felületre, itt megállítom a képet valami jobb pozícióba. Ez így borzalmas. Jó, inkább ide. Szóval, így, és akkor most jövünk át ide, igen. Szóval, ott vagytok, köszönjetek ezerrel, azaz, benne vagytok a streambe. Szóval ez itt, ez a pulzusom. Úgyhogy, innentől, hogyha küldtök ilyen ijeszgetést, vagy csak a játék ijesztő magában, vagy bármi, akkor azt fogjátok így látni legalább, hogy így mennyire ugrik meg tőle a pulzusom. Hozzáteszem, hogy amúgy nem alacsony. Nem alacsony, nagy nehezen... Miért nem ugrott meg amúgy? Relaxálnak a nézők lefele, vagy az ijesztéstől? Megállt a szívem tőle, ez most szerintem azt jelenti. Birdie, köszönöm szépen az 500-as sikítást. Na, ja, most kapott észbe. Igen, van egy kis delay szerintem benne, vagy nem tudom. Bár nem, mert... Nagyjából azt mutatja, mint ott is van a 100, igen. Hú. Mi van, ha kiakad? Hát akkor majd itt elborulok így. Arra, vagy valamerre. Nem működik, de működik amúgy. Ez úgy működik, hogy itt az órámon, nem fogjátok látni, de mindegy, az órámon el kell, igazából kicsit túl van bonyolítva, de csak így tudtam megoldani mindenféle egyéb eszköz vásárlása nélkül, hogy az órámon el kell indítani egy edzést ahhoz, akkor mindjárt elmondom. Előről. Robi, nagyon szépen Robi, nagyon szépen köszönöm a 3 millió fős raidet, üdvít, mi ott csináltatok, mi újság veletek. Szóval, visszatérve. Megcsináltam ezt a... No, God! No, God, please, no! 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 3 nézővel több, hát 3 az már 3 millió. Nagyon szépen köszönöm. A gesztus az tényleg milliókat ér. Szóval, na belekezdek még egyszer. Valaki még valami hangja? Megvárom. Jó, szerintem nincs több hangeffekt, minden CD-re vágtatok. Szia Pipike, hello, meg üdvözlök minden most érkezőt, mi újság veletek. Ez egy ilyen stream lesz, simán előfordulhat. Na. Szóval. Akkor kezdem előről. Beraktam ezt itt. Méri a pulzus... Méri a pulzus, most már nem hagyom abba. Méri a pulzusomat az órán. Azt a mindenit, Birdie, nagyon szépen köszönöm az ajándék Szabot Pipikének. Egy igazi úri hölgy vagy, nagyon szépen köszönöm. Igen. Méri a pulzus, nem sose fogom tudni végigmondani. Annyira. Na. Szia, Robi. Méri a pulzus csak ahhoz, hogy ne kelljen hozzá plusz eszközöket vásárolnom. Ezért megoldottam nagy nehezen, hogy a... Hello, sziasztok, hello. Békés Csaba mentő. A kórház? Békés Csaba mentő. Ja, a kórház! Surprise, motherfucker! Megoldottam, hogy a kis Xiaomi filléres órámat összekössem nagy nehezen. Marcivá, nagyon szépen köszönöm a követést. Összekössem úgy a telefonnal, hogy ne a gyári alkalmazása vele a vegye a jelet, hanem van egy Pulzoid nevű alkalmazás. Nem fogok ma beszélni. Köszi Birdie a 150-est. Nem hagytak szóhoz jutni, nézd meg. 105.
Megy, az feljebb, megy. Kipróbáltam, megy. Itt próbáltam ugrabugrálni egy lábon a gép előtt, hogy megnézzem, hogy kifér a három számjegy is, de kifér. Pont úgy lőttem be. Na, szóval. Egy Pulzai nevű alkalmazással összekötöttem az órát a telefonnal, és annak van egy ilyen webes felülete, ahonnan ki lehet nyerni a pulzust, és azt úgy berakni streambe. És akkor így nagy nehezen megoldottam. Na, ledaráltam, ennyi. Megcsináltam. Kész. Most már jöhetnek az effektek. Azért remélem túléled. Hát én is. Ne se látjátok, ha nem, hogyha ilyen, itt már kettes van, az baj. Ha itt kilences van, az még nem baj. Nem tudom, ki gifted, de jár neki a hatalmas puszi. Az a baj, hogy már szerintem vissza se tudom nézni, annyi minden történt azóta, de talán Szales, igen, Szales giftelt neked tegnap, igen. Dolgozunk rajta, hogy fitten tartsuk az idegrendszerét? Hát igen. Mondd, még egyszer pislogtam. Összekötöttem az órámat a Pulzai nevű alkalmazással a telefonommal, ami egy webes honlapon keresztül kiküldi az értesítést ide, és akkor itt megmutatja nektek. Pont egyetlen baj vele, hogy ha a kamerát megfordítom, hogy átrakjam ide a túloldalra, akkor az is fordul. Ezt majd még orvosolom. Erre már nem volt időm, és most vettem észre stream előtt, és itt át kellett volna variálni mindent, hogy ez ne így legyen. De úgyis bal oldalt van a kamerám. 59? Mi 59? Mi? Nem 59. Annyi alvás közben van. Illetve, szóval, itt a leírásban nem tudtam jobban megoldani egyenlőre, ez jutott eszembe, hogy ha máshogy nem is, de ezeket az egyedi csírhangokat, azokat ide bepakoláztam, itt vannak csak szépen felsorolva, hogy egyáltalán melyik számokhoz, melyik csír mennyiségekhez, összegekhez tartozik egyedi alert hang. Úgyhogy itt van felsorolva, illetve beraktam Tamásnak az 1-től 10-ig tartó számozós csírjeit, amit küldött be Discordra. A másik, amit küldött, az a 8 óra munka volt, azt nem akartam most itt a sorrend, most ezt a szép sorozatot megszakítani, úgyhogy azt nem raktam be, hanem inkább ez így szépen 1-től 10-ig, ilyen kis aprókat is megköszönjük ezzel. Mi? Ja, Robcsizol... Ja, mi? Igen, igen. Ja. Szóval most már itt látjátok. Igen. Ez a kis számoló dalból van. Talán Alma együttes, nem is tudom. Száz forintnak 50 a fele. Jegye meg a fészkes fekete fene. Zoli, nagyon szépen köszönöm a 10-est, és Birdy, nagyon szépen köszönöm az 50-est. Közel a hype vonat, azt mondja. Egy almafa. És akkor így dalolázhatunk, igen. Kettő, két katica. Kerekmese, bocsánat, kerekmese a forrás. Most végig hallgatjuk mindet, úgy érzem. Három kis kacsa. Négy porszívó. Nagyon nagy szüneteket hagy közötte amúgy. Na mindegy, Zoli, nagyon szépen köszönöm az egyet, a kettőt, a hármat, a négyet, az ötöt. Öt póniló. Az ötöt. Miért ilyen lassan adja? Ezt nem tudok állítani? Mindjárt megnézem. Átrakom ide magam közbe. Szóval a 6-ot, a 7-et, a 8-et és a 9-et is. Valaki biteljen ezre. Valami baja volt amúgy a Streamlabsnek, nem tudom mi. Megnézem, hogy ezt az alertet nem tudom rövidebbre venni. 9 esernyő. De pedig azt írja, hogy a minimálisra van levéve a... Van. És nagyon szépen köszönöm a 10-est is, Bördő, hogy befejezted itt a gyönyörű sort így végig. Jaj. Köszönöm magam úgy érezni, mint a munkahelyemen.
Amúgy. Igen. Az alert duration, az hogy működik? Azt, ha leveszem, várjál. De az csak arra az egyre vonatkozik. És ha itt most rányomok, hogy újra. 8 serpenyő. Nem, így nem tudom, az a baj, hogy most így meg nem tudom megnézni. Ja, de beadta. Jó, így még mindig nagyon nagy a hézag. Na jó, mindegy, szerintem ezt majd holnap megpróbálom én megoldani. Lehet, hogy itt ezeket mindet egyesével le kéne húznom 2 másodpercre. 1, 2, 3. Hú, egy pillanat, ezt gyors megnézem. 4. És akkor most itt ki kéne keresnem az 1-2-t. 1 almafa, 2 katica, 3 kiskacsa. Jó, hát akkor ezeket kell megcsinálni. Igen, akkor egyesével, minden egyes alertnél le kell húznom itt a számolásnál. Azt mondja már 5 már megvan, akkor gyorsan ezt itt most már tudom mit kell csinálni. 6. 1 almafa. Úgy, 7. 2 katica. 8. 9. 10. Úgy, na, most már jónak kell lennie elméletileg. Egy hidratálás, nagyon szépen köszönöm, és üdvözlök minden most érkezőt, sziasztok, mi újság veletek. Eddig az elmúlt 27 percben full valid content volt. Ennyi eltelt? Jó, de abban 10 perc visszaszámláló. Na. Most már elmentettem Birdie, elvileg most már jónak kell lennie majd. 1 almafa, 2 katica, 3 kiskacsa. Elrontotta! 4 porszívó, 5 bóninó. Szia Krisztián, hello. 6 pillangó, 7 repülő. Na jó. 8 serpenyő. Nem gondoltam ezt át, szerintem. 9 esernyő. 10 ujjad van. 17 perc alatt felment a pulzusod, és megtanultuk a számokat. Hát igen. Igen, ennyire volt jó eddig ez a hatás. Na jó, szóval ezekkel készültem nektek. Hol a vége? 10-ig van ez a számolósdi. Igen. Birdie megcsinálta, végig tolta, ő is. Nagyon szépen köszönöm a... Hú, ez mennyi bit? Ez olyan... Hú, ezt össze kéne egyszer adni, hogy mennyi, ha valaki végig számol, azt mondja. 1, meg 2, meg 3, meg 4, meg 5, meg 6, meg 7, meg 8, meg 9, meg 10. 55, köszönöm szépen az 55-öt, Birdie. Na, matek óra van? Igen, Birdie ki is írta Discordra, hogy a kedvenc jelenet, ez a 7x4, az nem... tudom, valamennyi. Igen. Az 1000 maradt hátra, hogy ne, persze. Ja. Igen, a titán. Ja, na, mit szóltok, ha közben ellépünk játszogatni? Elkezdem indítgatni a játszást. Szép lassan. Ezt meg átrakom majd. Ide, mert ez jó zene volt. Úgy, és akkor majd az ott mehet. Úgyni. Titán, az felesleges a titán. Szia Skylon, hello! Úgy. És közben minden érkezőnek mondom, hogy bekerült a pulzusmérő. Wow! Igen, úgyhogy most már tudjátok nézni, hogy mikor toljam össze magam. Még egy ilyen kakaméter kéne a székembe. Az lenne ám az igazi hardcore. Mi szerintem velünk egy este, utána felüdülés, gyerek, egy hosszabb napja. Á, de hogy is. Mármint, hogy...
A gyerekek ellen mindig felüdülés, nem? Kivéve amikor nem, de az ritka. No. Ennyire para ez a játék? Három kis kacsa. Köszi a hármast. Hát... amúgy vannak benne ijesztő dolgok. Nekem meg aztán főleg. Ja, meg még egy újdonság, azt mondjuk ti nem látjátok, de... van egy ilyenem, amin szépen tudok taposni, és az ilyen, és ilyen, kis ilyen vigú-vigú. És akkor ott szépen a kis fájós lábikómat tudom tornáztatni stream közben, hogy gyógyuljon. Meg ilyet a Sirálytól a RAF-ban? Nem, olyan nem volt. Kizárt, vagy volt? Jaj, lehet, hogy volt. Kozár Viktor, nagyon szépen köszönöm a követést. Hello, hello. My money don't jiggle jiggle. It's fine. Igen. Na, tegnap odáig jutottunk, hogy megcsináltuk ezt a vonóágyút, azt kipróbáltuk, hogy működik, az volt a legvége a streamnek, illetve előtte meg lett volna, vagyis hát, hogy már a receptje megvan, már csak alapanyagot kell hozzá szereznünk, a lézervágó. Megvan a receptje a lézervágónak, igen. Megtaláltuk, ami kellett hozzá, egy darab gyémántunk hiányzik viszont, úgyhogy el kell mennünk keresni egy gyémántot, és szerintem van is tippem, hogy hova fogunk menni. Szia Marcellus, hello, hello, meg üdvözlök még egyszer minden érkezőt. Csináltunk iránytűt is, van hajánk, piánk, ilyen, nem az, sose fogom megszokni, hogy a tabbal kell kilépni oda, ahova tabbal lépek be. Ezt lerakjuk, ilyen gázgömböt, azt kint lerakjuk mindjárt. Csináltunk egy pár tárolót, meg kezdtünk híjelen, és gyűjtöttünk titánt, nem direkt, csak nálam volt, és nem dobáltam ki. Ennyi volt a trükkje. Igen, annyi, hogy főzök egy darab ilyen, mondjuk egy ilyen bumeránk halat. Titán az felesleges, így van. Ott is van, vagy még egyet kéne? Még valamit kéne, hogy maxon legyünk. Minek gyűjteni? Igen. Az úgy is van mindig. Jó. Jók leszünk. Mondjuk ebben még van valamennyi nagyon jó. Akkor ebbe becsücsenünk. Mondjuk ez is lassan le fog merülni. Nem baj, addig még el fogunk tudni menni vele. És lemegyünk oda, ahol azt a víz alatti toronybázis cuccos találtuk. Most nem meghalni megyünk, hanem csak úgy. Ha nem kell. Opa, szegény hal. Már 105 a pulzuson, pedig még el se kezdtem játszani kb. Mi lesz itt később? Hol is kell ide lemenni? Valahol itt errefelé. Azt hiszem ott. Aha, ott kell lemenni, igen. Szóval, szia Ticsó, hello, hello. Szóval megpróbálok itt, lent, ahol itt múltkor voltunk, ide a jeladó mellé leparkolunk valahova. Warning, maximum depth reached, hull damage imminent. Igen, és itt innen körbenézünk, hogy hol lehet. Itt vajon gyémántot találni, mert gondolom én, hogy a gyémánt az a nagyobb mélységben található. És itt elég mélyen vagyunk, ez már 200 méteren van lent, és még le tudunk innen úszni. Elég könnyedén. Végre itt tök lenni, és nem csak a vodot nézem vissza, na őrülök. Örülök neki, kicsit azt hittem, hogy ott több a hely. Ez nem jó. Ez nem jó, már lezúztuk a gépet.
De itt erre el tudok jönni. Úgy. Az elég közel van. Hogy nézett ki a gyémánt amúgy? Arra sem emlékszem, egyetlen itt találtuk? Szóval Pál, így, hogy hallgatod ezeket a hangokat. Nézed itt ezt a környezetet, ahol éppen vagyok. Kezded érteni? Hogy itt mik vannak? Nagyon tetszik? Hát... Opa, ezt elütöttük. Igazából nem tudom, Birdie. Szerintem azt nyugodtan leírhatjátok, hogy hol találtam a titánt, mert az nem backseat, mert arra csak buta memóriám miatt nem emlékszek, új infót nem adtok. Úgyhogy ha azt le tudjátok írni, hogy korábban hol találtam a titánt, az szerintem mehet. A víz alatt. Tapsod Zolinak, tapsod Zolinak. Köszönöm szépen, köszönöm. És nem titánt, gyémántot amúgy. Igen. Jaj, sziasztok, szia Zero, hello, hello. Jó. A falon van, ahol a rubint az viszont nem itt volt, hanem kicsit arrébb volt innen szerintem. Aha. Az, öppá, megint elcsaptunk valamit. Hihetetlen, hogy közlekednek itt az állatok, állandóan nekem jönnek. Az abban a zöld zónában volt lent, nem? Van víz a játékban? Igen ám. Van. Szerintem itt. Vagy nem? Jó, keressünk valami olyan mély pontot, ami nem olyan... Szerintem itt most telibe neki megyek. A gombás bajomban mélyen. Aha, igen, elmentem arra, amerre a kaszás van, úgyhogy arra nem kéne menni. Meg a lila világítós helyen. Hát a lila világítós helyen ott vannak ezek a rohadt nagy angolna-szerű féreg kígyó akármik. A gombás bajom... Az melyik a gombás? Húha, na mindegy, mindjárt körbenézünk. És került ki őket. Hát ez a... Ősz. Mert az nekem olyan könnyen megy a idegen dolgok kikerülése. Melyik a gombás bajom? Na mindegy, mindjárt körbenézünk, meg lesz az. Szia Drogcsó, hello, hello. Rossz helyre mész. Ajaj. Erre. Ilyen nagy kerek lapulevelőszerű cuccok egy ágon. Aha. Na mindjárt keresünk olyat, az a baj, hogy 26%-on van ez a kula. Lámpája ugye nincs lekapcsolva, jól lekapcsoljuk a lámpáját, nem kell. Jeladó, ha lenne ugye? Van nálam most, úgyhogy ha találunk olyan helyet, amit érdemes megjelölni, most már hordok magamnál, és akkor le tudjuk majd rakni. Ebbe a zöldbe vajon... Annyit elmondhattok igazából szerintem, hogy ez a gyémánt, az típus, mint ilyen biome specifikus, vagy hogyha így egy ilyen zöld biomba, vagy valahol bárhol lemegyek mélyebbre, ott is lehet? Nem titán, gyémánt. Igen. Telemen, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít mi újság.
Igen, akkor az, jól sejtettem, hogy az mélység függő. És nem pedig... Ó, viszont tudom, hogy hol van olyan gombás, eszembe jutott. Túl sok minden van, ami kinyírhat, de vannak barátságos lények, például ez a titán. Nem titán. Leviatán. Leviatitán. Nem, ez is piros bajom. Úgy emlékeztem, hogy itt nem piros bajom van alattuk. Viszont itt is le tudunk menni mélyre. Valami rám harapott? Nem tudom. Itt a gombás, megvan. Jó, oké. Ja, a Below Zero-ban inkább izé függő. Jó, nem baj, megvagyunk. Itt kellene egy mélyebb pontot keresni. Ami, hát szerintem ott az lesz. Igen, az ott elég mélynek tűnik. Azt nem tudom, hogy ezek a világító kék cuccosok, ezek úgy bántanak-e. Mert még közel nem mentem hozzájuk. De hamarosan ki fog derülni. Ez mi? Ez lítium. Aha. Igen, jó, akkor itt már vannak olyan cuccok, amik nekem kellenek. Itt erre fele már lehet találni. Ez volt a só, ugye? Aha, az só lerakódás. Ott az. Az lítium. Te mi vagy? Lapát hal. Föl tudlak venni? Aha, jó, föl is. Föl is vesszük. Picit harapósak? Hát, majd kiderül. Na, itt vannak ilyen dolgok. Te mi vagy? Lénytojás. Az viszont elég harapósnak tűnik. Ott az a hal. Módosító állomás töredék! Meg is van, és ez kellett. Ja, de hogy még csak 33%-a van meg. Ó, az baj. Gyémánt! Ugye, jól láttam. Hol van? Gyémánt, jó, megvan a lézervágunk. Ennyi, easy. És lehet, hogy itt hagyhatnék egy jeladót, hogy... Itt... Hagyjak itt jeladót? Igen, mondjuk, ha megvan a módosító állomás töredék, akkor lehet, hogy körbe kéne nézni, hogy meg legyen mind a három, mert ezt rontottam el korábban, ott, ahol egyet találok, ott valószínűleg több is lesz. És érdemesebb ott rögtön azon a helyen megkeresni, mert utána még egyszer megtalálni, hogy hol találtam azt az egyet, az elég para. Viszont azt nem tudom, hogy nem hoztam magammal a légvisszanyerős fejest. Azt mondjuk egy icipicit hiba volt szerintem, de annyi baj legyen. Ott úsznak ilyen nagyon szikrázódó dolgok, azok nem tűnnek jó fejnek, amúgy. Jó, nézzünk körbe egy kicsit, de ne... Ne felejtsük el, hogy nem otthon vagyunk. Kész. Itt... Az mi volt az a pici zöld? Menjél már följebb. Jó, itt biztonságos, itt kiszállunk, és felszedjük a... ezeket a dolgokat. Mondjuk ez csak pont homokkő, de nem baj. Az is jól jön. Még egy gyémánt.
Egy kicsit amúgy félek, bár... És fura, mert a pulzusomon nem látszik. Érdekesen működik a pulzusom. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. 30 seconds. 30 seconds. Mondjuk az a 30 másodperc, az nem 30. Ennyi csaja haza magadnak? Igen. Húha. Nem tudom, hogy merre tudnék még itt ilyen darabokat találni, mert sokkal mélyebbre nem tudok lemenni. Azt tudom, hogy itt a parton elmegyek körbe a völgy körül, vagy nem is tudom, minek hívjam. Úgyis így időnként megállunk, aztán körbenézünk, hogy itt lehet-e bármi. Bár ez meg már itt másik biome amúgy, ez a zöld. Ott lent nincs semmi, akkor lehet, hogy itt ezen a hegyen kellene inkább körbenézni, és az a darab az, amit találtunk. Iránytű plusz távolság plusz memória, hát ebből nekem csak egy van meg általában. Így iránytű, az most már van, de hogy azon kívül, érted, az... A többi dologban elég hiányos vagyok, így főleg memóriában. Ide rakja ki egy jeladót? Amúgy ez nem egy rossz öt. Most amúgy tolatok. Úgy nézem, hogy mit csinál játékkal, mintha érteném. Közben 5 percet játszottam. Robi, sokkal előrébb nem vagyok nálad akkor. Szerintem az a content mennyiség, amit én most a játékkal itt haladtam, az nagyjából egy jobb játékosnak 5 perc alatt megvan. Végül is a távolság is adott, igen. Mert onnan vagyunk nyugatra, hát akkor keletre eljövünk 888 métert, és meg is van. Nem tudom, hogy itt merre nézek körbe halál nélkül. Lehet, hogy itt kéne. Ott az mi? Hú, de az az árnyék, az lénytojás. Téged hagyod, hogy leszkeneljelek? Pajti. Békés vagy? Zselirája. Jó, elég békésnek tűnik amúgy. Nem igazán bánt. 49-es pulzus. Haló. Sose voltam ilyen nyugodt még, mint itt a víz alatt. Meg itt fogok elaludni mindjárt. Nézzenek oda. Jó, szóval ezek a lények, ezek a nagy ragadozó lények egymást is bántják. Élsz még 45-44. Nem tudom, lehet, hogy egyen feszesebbre kéne lenni az órámat, mert valami gond van vele. Hogy lehet túlélni? Hát azt tudom, hogy normál esetben alvás közben szokott nekem ilyen 45 lenni, úgyhogy amúgy az még élő lény a 45. Azzal még nincsen baj. Csak hát most éppen nem alszok, hanem egy elég félelmetes helyen mászkálok egy játékban. Szia, Barna! Hello, hello! Tiszkás csirkebedzs? Igen. Ja, megnézegettem ma, mert kérdezte egy kedves ismerősöm, hogy honnan tudna a badge-eket csináltatni, vagy venni, vagy valami. És nézegettem badge-eket, és láttam egy-kettőt, ami jó. Ez is egy ilyen földbeásott bázisnak a víz takarító gépe.
száz forintnak ötven a fele. Jegye meg a fészkes fekete fene. A túl lassú, 60 alatti pulzust bradikárdiának nevezik. Okként merülhet fel az alvási apnó, az elektrolit egyensúly hiánya, gyógyszer mellékhatás, de akár szívbetegség, szívkárosodás, pajzsmirigyalul működés, gyulladásos eredetű betegségek, így például szívizomgyulladás is. Köszi az 50-est. De legalább tudjuk, hogy működik a pulzusmérő. Mert egy pillanat alatt felugrott 86-ra, ha jól látom. Mi az 50-es csírt meg birdie kardiának nevezik? Igen. Na. Nem nagyon látok itt darabokat. Pedig kellene. 30 seconds, mindjárt visszajönünk. Körmös bankár vagyok, nem orvos. Ja, de amúgy nincsen semmi probléma az ilyen alacsony pulzussal szerintem, meg nekem nagyon nagy a pulzus range-em, vagy... Nem tudom, hogy ezt range-nek nevezzem, vagy minek nevezzem. Mert... Ilyen, mondom, ilyen 40-45-50 között van alvás közben. És... Azon kívül meg, amikor edzettem, akkor bőven csapkodta a 190-et, 190... Hát 199 fölött nem tudom, hogy volt-e, mert ott lekapcsolt az órám egyszer. Így sípolt, és mondta, hogy elég volt, és így lehalt az óra. Úgyhogy... Igen, elég nagy tartományban mozog nekem. Nem találok semmi értelmeset. Azt sem tudom, merre menjek. Szóval igen, az a 190-es. Szia Kovix, hello. Az a 190 valahányas pulzus, ott egy darab. Simán lehet, csak fém hulladék. Az a... Ez csikóhal. Energia... Ne! Lemerült a szkenerem. Ezek most próbálnak rákcsálni? Utahal. Hagyjál már. Jó, haza kell mennünk, meg kell elemeket csinálni, mert mindenünk le van merülve. A csikóhal is mindjárt lemerül amúgy. Volt már, aki szonda megijesztette Tomit, amíg pulzusmérő volt? Már legalább kétszer-háromszor történt ma ilyen. Igen. Ma raktam be a pulzusmérőt amúgy. Úgyhogy... Úgyhogy ez még relatív friss dolog, de... De már így is volt, aki, igen. No, God! No, God, please, no! 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 Az a jó a csatorna no! pontosban. Hogy a csatorna pontos alerteket, azt látom. Mert azt rögtön fölvillantja a... Jó, ezt nem látom. Ezt már nem lát. Birdie, köszi a 150-est. Borszalmasak vagytok. Jaj, de nem megy föl. Na jó, de... Csak késik. A szívemnek reagálnia kell szép lassan a fejlövésre. Jaj. Oké, szóval elemet kell csinálni. Hogy csinálok elemet? Illetve a energiacella... Az is jó, csak... Aha. Ó, hát egyelőre az elem az gazdaságosabbnak tűnik. Van nálam arany, az nem... meg tudjuk csinálni a izét, mielőtt elhasználom véletlenül is az alapanyagot. Személyes felszerelés...
Nem. Izé. Lézer. Barna. Köszi a százást, meg Birdy köszi a 50-est, meg nem is tudom mik voltak. Még 50-es volt, igen. Nem maradtam le semmiről, remélem. High train a kanyarban? Már ma másodjára van a kanyarban ráadásul. Elem, ehhez is kell elemet gyártani. De ezeket már lepakoltuk ide. Ugye? Nem ide. Elhasználtam. Ah, mi kellett ahhoz akkor? Eszköz, lézervágó, elem, titán, barlangi kén. Barlangi kén megvan. Elemhez kell réz és savgomba. Azt hiszem. És titánt veszünk ki, mert az nem kell, ugye? Mint megtanultuk. Veszek hármat. Úgy. Kikopog. Igen. Ez ilyen. És akkor most már tudunk elemet csinálni. Ó, hogy a gombából kéne kettő, és nem a... Ott a lézervágó! Amíg túléli, addig nyugodtan. Hát azért csak túlélem már. Remélem, ilyen 87-es pulzus. Na most nagyjából amúgy szerintem jól mutatja, ez lehet most így a reális dolog. Lézervágó, nagyon jó. Kellene még rész, ami szerintem kint lesz. Jó, ebbe semmi nincs. Ebbe itt van rész. Igen, és ilyen gomba kellene még egy pár darab. Ez ugyanolyan gomba volt? Igen, jó. Tele vagyok. Lecraftoljuk. Ezt szerintem fel se rakták ilyen pulzus méretnek, kiakadnának a nézők. De miért? Hát most mi abban a kiakasztó? Nincs az a semmi baj. Szia Gruti, hello hello! Szerintem amúgy az előbb az a 40 valamennyi, az nem biztos, hogy reális volt. Aztán lehet, hogy pont ilyen majdnem izé kómába este, mint nektek. Aj. Viszont ezeket az elemeket, ezt rá is tudjuk tölteni, mondjuk erre. Így. Erre nem kell, erre még... Mondjuk ezeket is föl tudjuk tölteni, ugye? Ezt is, hogyha így rányomok. Akkor nem egy egész elemet használ el. Fú, ezt meg kell tanulnom kezelni még. Mi? Kiválaszt, igen. Miért nem tölti 80% fölé? The hype train has pulled into the station. All aboard. The hype train has pulled into the station. All aboard. Csú-csú! Miért jött vonat? Haló? Just do it. Bejátszotta Zoli, és nem játszotta be Zoli, hanem két hype train-t nyomott helyette. Vannak gondok, elnézést kérek. De még a vonattól is segítettem, és elindítottatok egy vonatot. Zoli, nagyon szépen köszönöm a 150-es vonatindítást, mert a... Sajnos az alertet azt nem akarta. Hello, kerge, marha kecske. Szia, üdvözöllek, köszönöm a követést. Vagy nem követést, hellót köszönök. Már szétestem, kész. Barney, please, no. Meglettél lelkesedés mozdonyolva? Miért nem tudom tölteni?
ezeket. Hát ott az elemem, ami még félig van. De másoknak is hagy. Hát nem vagy egy ír, így geci. Pál! Na ez szépen köszönöm a három ajándékszabot. Azt a mindenit. És Zoli, köszönöm szépen az 50-es trombitálást. Lámpa, lámpát lenne még fontos föltölteni. Közben. Na ezt föl tudta tölteni. Jó. Szóval nagyon szépen köszönöm Tiki harcosnak, Lilinek és Jessica-nak az ajándéksávokat. Jó, ezeket az elemeket eldobhatjuk, mert nullán vannak. Azzal messzire nem megyünk. Vagyis... De, mert... Amúgy ez most lehet, hogy ilyen érdekes tax lesz, de az elektronikánál az energiacellához nem mondta egy szóval sajáték, hogy 100%-os elem kell, nem? Hát nem, hát akkor újra hasznosítunk. Volt egy hidratálás, már is, köszönöm szépen az emlékeztetést. Én vagyok Ludas Matyi, és háromszorosan adom vissza, amit kaptam, de hát nem is kaptál semmit. Pál, mit kaptál te tőlem? Három mondatot, mi volt ez a hang? Nem is tudtam, hogy ilyen van. Birdie, köszönöm szépen az 50-est. Szóval 200 IQ voltam. Figyeld, lemerült elemekből csináltam energiacellát, ami föl van töltve. Dír. Egy subgiftet kaptam. Lehet, igen, igen, igen. Megint eltörted a játékot? Ennyi, minden játékot el lehet törni. Mert nem volt odaírva a kraftolásnál, hogy feltöltött. Igen, igen, tényleg, tényleg kaptál. Tényleg, igen. Jaj. Játék mechanika info a lemerült elemek töltéséhez, elem töltő kell. Köszönöm szépen az infót, viszont az újaknak mondanám, hogy azért van itt kiírva, hogy no spoiler, meg no backseat, hogy ilyen infókat nem kérek szépen, majd hogyha kérdezek, inkább majd akkor mondjátok. Addig megpróbálok így magamtól rájönni, hogy izgalmasabb legyen a játék, meg a felfedezés, meg minden. Úgyhogy erre légy szíves, figyeljetek, köszönöm szépen. Birdy, nagyon szépen köszönöm a 69-et. Úristen, és már teljesítettétek az első szintet a vonatban. Én meg szétestem, és azt sem tudom, hol tartunk sztoriba. Csinálunk. Azt a mindenit, egy 67-es is. Köszönöm szépen a 67-est is. Csinálunk kaját. Lepakolunk, és szerintem most, hogy megvan a lézervágó, el tudunk menni, mondjuk küldetésezni menjünk ezzel. Vagy megpróbáljunk ma is elmenni a nagy hajóhoz, ahova tegnap fölöslegesen mentünk, mert semmit nem értünk el vele. Ezt majd így mindjárt megmondjátok ti, hogy melyiket csináljuk a kettő közül. Ezt megesszük. Azt is megesszük. A kicsi vizet is megisszuk. Úgy. És pakolunk le alapanyagokat. Mondjuk ezt, 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 azt. A energiacellát elvisszük, hogyha tölteni kéne bármit, akkor legyen nálunk. És kipakolunk mondjuk ide titánból. Ide meg minden másból. Úgy. Úgy, lehet, hogy ezt is el... Mindjárt lesz a pulzusom is 220-re. Köszönöm szépen a 220-ast is. Azt a mindeni. Na. Jaj. Meg az 50-est is köszönöm szépen, Zoli. Tomi elhagyta a valóságot, már tényleg szét vagyok esve. Szóval, ezt így most... Csikó halad. Welcome aboard.
Zoli nem vagy normális, köszönöm szépen az ezrest, mi a manu? Ma is így megtoljátok ezerrel? Úristen, nem vagytok ki normálisak. Jó, Csiko halat föl kéne tölteni. Viszont Csiko halat az R betűvel nem tudom így tölteni, ha csak nem. Nem, így se. Az lesz a vicces, hogy Tamás leadózza mindezt? Hát... Igen. Az még egy vicces moment lesz. De itt csak újat tudok készíteni. Adózás a gyengéknek való? Ja, végül is. Hogy a viharban tudom, ez most annyit úgy próbálom megkérdezni, hogy ne legyen benne spoiler. Csak félig meddig. A Csiko halat a jelenlegi felszereltségemmel, ami igazából egy energiacella, ami nálam van, föl tudom tölteni, csak béna vagyok, vagy nem tudom vele föltölteni? Föl tudom tölteni, akkor csak béna vagyok. Akkor hogy a viharba kell föltölteni, mert nyomkodom az R betűt. Csiko, ha tölt, és hátul alul. Igen, és akkor maradt egy 8%-os cellám. Köszönöm szépen. Mondjuk valószínűleg ezt is kiírta volna, hogyha lemerítem teljesen, de... De igen, akkor... Akkor megvagyunk. Na, köszönöm az 50-est. Jó, na, beszélgessünk kicsit. Hova menjünk? Kérjek a rádióból egy küldetést, vagy most megint menjünk vissza, és próbáljuk meg megnézni a nagy hajót. Elállítottad már a sugárzást? Nem, oda mentünk között, egy 24 óra múlva mindenki meghal. És eljöttünk onnan, és nem haltunk meg 24 óra múlva, vagy itt nem 24 óra egy nap a játékba. Mármint, hogy a bolygó forgása nem pont. Mondjuk az logikus, hogy nem 24 óra. Lehet, hogy gyorsabban forog a bolygó, mint a Föld. Aha. Akkor talán mentsük meg a világot? Jó. Másik kérdés. Vigyem-e oda a Csiko halat egyáltalán? Mert én azt inkább csak hátráltató tényezőnek gondoltam sokszor, hogy ott hurcibálom a Csiko halat. Majd a stream végén leállítja a sugárzást a csatornán. Igen. Ja, meg még egy újdonság, amivel ezeket a hangeffektet nyomjátok be nekem, a sound alerteseket. Ott átrendeztem a sorrendet, hogy előrébb legyenek azok, amiket használtok, hogy ne kelljen mindig lapozgatni közötte. És raktam be még egy ilyet is. I'm under the water. Please help me. Igen, úgyhogy most ilyet is megtaláltok. Talán ott az első helyre húztam föl. 3 percig keresgélted, összezavart, pedig direkt előre raktam, amik kellenek nektek. Vagy hát nem a kellenek, csak hogy amiket. Na, Tamás, ha bevennék a bosszú állók közé, fixen csiga lenne. Jó, akkor Csiko hallal megyünk. Abba az irányba. Keletre. Accurate sound. Igen. 250-es ugyanaz. Melyik kettő? Létezik, mert amikor én megcsináltam ezt a sound alertes cuccot, akkor így random elkezdtem behányni oda ezeket az alerteket, csak hogy legyen benne valami. A bang és a jumpscare. Lehet. Szóval igen, akkor így random elkezdtem beszórni. És... El fogom egyszer törni a nyakamat, úgy berántom. Jó. Azt a mindenit. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, a 150-est. Hely jó Isten. Ez az egyik, akkor mindjárt jön a másik is.
és kész a hype vonat, második szint teljesítve. Ja nem, csak... Vagy de? Vagy mi? Igen, kész, szép munka volt. Nagyon szépen köszönöm a vonatot, srácok, lányok, isteniek vagytok. Szóval... Itten voltunk tegnap is. Semmire nem jutottunk vele. Találtam... Kiírta a Twitch, hogy előfizetési cél elérve, pedig nem is állítottam új célt, de akkor nagyon szépen köszönöm, de ezt most nem is jött szám. Szia kucsi, hello. Na mindegy, lényegtelen. Az a kis cápa, az semmi. Kéne keresnünk ebbe valami bejáratot, vagy hogy hol tudom elállítani a problémákat, vagy nem tudom, hogy az elején, vagy a hátulján menjünk neki. Nem jött száb, hát én most nem látok szabot. Csak kiírta, hogy teljesítettük, úgyhogy valószínűleg jött száb, csak lehet, hogy alert nem jött. Zoli, nagyon szépen köszönöm az újabb 50-est. Befejezted? Na jó, most meg megyünk ide az ijesztő részbe. Befele ide a remegésbe. Az tudom, hogy az nagyon bánt. Az nagyon durván bánt. Az a kaszás leviatán cápa, akármi. Itt beférek? Beférek. Jó, ide már csak nem fér be a leviatán. Aha. De hát a leviatán barátságos. Az a leviatán. A sziget leviatán. Dark Lion, hello. Szóval valaki szábolt, csak nekem nem jött róla semmiféle értesítés, mert akkor legyen kedves, szóljon. Mert akkor én elvesztettem valamit. A vonatban kaptam 3-at, azt tudom, csak azt hittem, hogy utána volt még valami, amiről lemaradtam. Ja, csak a vonat miatt később írta ki azt, hogy elértük a célt. Jó, oké, összeállt fejben. Jaj, tűz! Víz! Hagyjál már békén, már megint veled kell hadakozni, hol vagy? Gyere ide, vagy égjél el! Tudjátok, mit nem hoztam? Poroltót! Azt mondta a játék, hozzak poroltót, én meg rohadtul nem hoztam el a poroltót, ugye? Nem hát. Jaj, akkor vissza kéne mennünk? Jó, villámgyorsan, még nem mentünk be, még nem csináltunk semmit, visszaszaladunk a poroltóért. Tényleg én lennék a bosszúállók közül a csiga. És már 100%. Ebben biztos vagyok. Minek poroltó ugyan már? Mivel egy lángoló űrbázisba megyünk be, tényleg lényegtelen amúgy. Jaj. Kinél van még gatyaszaggató meleg? Itt. Még este is. A bolygó full vizes, nem kell az oda. Igen, csak az nem a víz alatt van, hanem... Érted? Elnézést? Ezzel eddig hogy a viharban nem találkoztam? Lényi csapda. A bődör csak 3 vas, vagy titán? Igen. Yeah.
Ez itt ennyi lenne? Vagy béna vagyok? Á, béna vagyok, nem szóltam, igen. Első segélycsomag. Beragadtam? Nem, nem ragadtam. Nincs pánik. Jó, ez itt ennyi. Hol a halam? Ott a halam. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. I am under the water. Please help me. Ez olyan vicces. Eszembe jutott ma ez a mém, és így... Á, mondom, ez kell nekem, és még beraktam a izére, és gombra. Úristen, itt fúj a szél olyan jó. Most nálam is fúj a szobában a szél, mert bekapcsoltam a ventilátort. Muszáj volt valami szellőt csinálni, mert... meg lehet fulladni ebbe a melegbe. Elfogyott az elpres, alóre, üccsim. Az szomorú. Azt mondod, úristen, nehéz szó, mint az útelágazódás. 400.367.400.300 forint volt a bruttó átlagkereset, derül ki a KSH legfrissebb statisztikájából. Jaj, köszi szépen a 400-ast. Jaj. Jó, visszük a poroltót. Megvagyunk, meg elviszünk egy ilyen tápanyag rudat. De sokáig ott lennénk. Van már bázis, hagyjuk azt a szót, hogy bázis. Nem, nincs. Közelébe se sincs még semmi a bázisnak. Tegnap kiírtam, hogy bázis fogunk építeni. És tőled mit csináltunk ehhez képest? Küldetést, szigetet másztunk, anyagot gyűjtöttünk, meghaltunk, minden volt, csak bázis nem. Azt mondták, hogy az ráér. Nem volt elég titán, hát nektek titán se volt, igen. De most már amúgy így az újonnan érkezőknek mondom, hogy van titán hangulatjelünk, ilyen követői hangulatjel ráadásul, úgyhogy bárki tudja a megfelelő szituációkban nyomatni. Tamás, most csalódjak? Nem kell csalódni, lesz bázis, csak folyamatosan itt nyomasztóan érzem magam, hogy mondják, hogy de nagy hajó, nagy hajó, nagy hajó, mert meghal a világ. Hogy meg kell csinálni a nagy hajót, mert meghal a világ. Kipusztul itt a mindenféle... Mi a fene? És majd minden Gameskónát cseréled az emótát. Követő emótából még van hely. Úgyhogy oda még tudunk ilyen ide kapcsolódó emótát berakni a játékokhoz, és azt amúgy simán lehet cserélni. Vagy ha már így egy új játék van, és ott kimémelünk valamit, akkor azokat amúgy be tudjuk pakolni, ez így nem rossz ötlet. Meghal a világ? Igen. Van is egy Zoli elég, nem kell más fárasztó viccekkel. Ó, de a fárasztó vicc... Én szeretem a fárasztó vicceket. Mondjuk a fárasztó jó vicceket szeretem. Jut is eszembe, ki látta a csoda VR-os Dead Joke videót? Aha, itt vagyunk. Úgy, mit remegel? Mindjárt rám szakad. Ne remegeljé. Úgy. Jaj, Zolinak csak tier 3 szabbal engedjük. Igen, hogy ne. Láttam, ne a vicceken, hanem... Gyere ide, megblaházlak. Na. Most csipkedjé. Mi van veled? Szóval, ja. Ez a vonóágyú, ez a javítóeszköz. A javítóeszköz helyére ki kéne rakni a lézervágót. Úgy. 10 perces. Hát 10 perc alatt nem fizet a YouTube, úgyhogy
érted, milyen hosszúságú lenne. Mi van veréb? Bum! Tudtam én, hogy ez kell ide. Ennyi. Kájnom, hogy stream van, és ha mérlegelnem kéne, hogy VR-ékat vagy Tomit, hát ezt szeretem, ezt a hozzáállást, és nagyon szépen köszönöm. Poroltó, azt is ki kéne rakni a... Jó, kirakjuk a... Olyan kevés ez az öt hely itt lent. Elaludtál már? Jó. Oké. Úgy érzem, ez ilyen para hely, ahova megyünk. Miért félek a víztől, amikor vízben úszkálunk általában? Ott úszott valami? Ja, nem, az a kezem. Jó. Oké, nincs baj. Merre kéne menni? Mert itt is lehet menni. Elem. Itt egy ajtó. Ami nincs nyitva. Veszünk egy levegőt. Most bannoljam az egész csetet, mi? Zoli, rosszalkodsz? Ajaj, ajaj. Az igen. Tudtad hát, mikor háromszor is utaltam rá tegnap. Mire utaltál, Misi? Várjál. Várjál, mire utaltál? Ja, hogy az a cuccos, ez majd kell ahhoz, hogy ide bejöjjünk. Lehet. Jó, ezeket a PDA-kat nem tudom, hogy itt kéne-e meghallgatni, de ez eléggé ilyen atomreaktor rossz dolognak tűnik, ahol most vagyunk. Oké, lehet, hogy ezeket kellene kinyitni a lézervágóval. Lézervágót most kirakjuk ide. A lámpa helyére. Nem. Akkor ezzel. Nem. Az se. De ezt meg tudjuk lézervágózni. Vágjad úgy körbe. Hú! Tüntetni fogunk? Miért fogsz tüntetni? Mi történik itt? Ja, vonóágyót. Igen. Aha. Megvagyunk. Itt vannak gondok, de van levegő, úgyhogy veszünk egy mély levegőt. Úgy, aztán itt mehetünk tovább. Eléggé emlékeztet ez a hely. Bocsánat, hogy most kicsit a adatterminál letöltés. Szóval eléggé emlékeztet engem ez a hely a Rabban, amikor a víz alatti építkezős helyet csináltuk, így kicsit olyan emlékeim vannak, az nem feltétlenül a legjobb küldetésem volt. Kicsit szarabbnak tűnik, mint 3,6, hát egy picit. Na, mit kaptunk? Folyadékbevitel. Vital signs stabilizing. Stabilizing. Jó, hol vannak a PDA üzenetek? Ne remegjél már! Letöltött adatok. A műveleti napló. Ez kell? Nem ez kell. Ez kell? Nem. Fog, nem.
Kódok és nyomok, laboratóriumi hozzáférés, ez kell. Első szakaszban talált a módosító állomást, vegyen fel magához. Ajtó kódja 6483. A labor melletti teremből. Köszi. Labor melletti teremből vegyünk fel előre. Innen le van töltve minden. Labor melletti teremből. Az nem lyuk? Nem. Ajtót, amit nem tudták kilézerezni, ott volt egy panel. Igaz. Ez. De és ezzel mit csinálok? Mert oké, hogy itt írja, hogy 6483. Ó, hogy erre lehet írni. Igen. Unlock. Ne szívas, hogy oda lehetett írni. Én tök lazán azt hittem, hogy az csak ott ilyen textúra. Nem működik. Pult, szkenelünk. Levágtad gyorsan a hajad. Ez most melyik, amit olvasunk? Mit tanulhatunk a tötötötötö? Nyilvános dokumentum. Jó, majd ezt elolvassuk, mert most itt éppen meg fogok fulladni. Gyorsan fölveszek egy kis levegőt, mert azt hiszem, hogy itt volt. Itt bent volt levegő. Aztán megyünk arra tovább. De ez amúgy nőknek olyan jó, hogy tudják saját maguknak vágni a hajukat, mert hogy látják, mert előre húzzák. Nekünk így rövid hajúaknak, vagy hát nem feltétlen nőknek, hanem akinek rövid a haja, úgy mondom. Várjatok, itt jöttünk be! Nem itt jöttünk be? Dehogy nem, ott jöttünk be. Jó, nullával letolni, persze az addig oké, de az a... Az nem az, nem az igazi. De akkor itt is tudok nyomni gombokat? Én megnyomkodok mindent. Haló? Azt föltekerem, letekerem, kapitány, megállítjuk a reaktort. Nem. Nem úgy működik. Hajnos nem. Hármas sapka ott maradt a panelben. Már is. Igen. Ezt nem lehet nyomkodni. Adatterminál. Taszító ágyú. Nagyon jó. Data bank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Itt mire? Ja, az ajtóra... Izélt. Aha, hogy be tudnám csukni. Hűha! Jó, ez... Ennyi volt ez a hely? Mehetünk innen tovább? Vajon? Vagy van itt még valami, amit nem vettem észre? Ez most így olyan kérdés, amire nyugodtan válaszolhattok, mert elnézelődök én még itt egy darabig, csak szerintem lehet, hogy fölösleges. Mehetsz. Jó, köszönöm. Mert itt már nagyon nem látok semmi olyan dolgot, amivel tudnék interaktálni. Akkor viszont ezzel nem vagyunk beljebb. Kábbis olyan szinten, hogy... Akkor keresni kéne másik ajtót is, ahol be tudunk menni. Az baj.
Még egy elem. Jönnek megint ezek a rovarok. Most nem érdekelnek, megyünk tovább. Menjünk erre fölfelé, hát ha itt találunk valamit. Na erre nem voltunk tegnap. EU csomag. Nagyon remeg ez a cucc. The digestive tracts of nearby life forms contain human tissues. Az anyád úristen, itt már nem igaz. Ijeszgessed azt, akinek két anyja van. Gyere ide. Hát rámugrik hátulról. Hova tűntél? Ne szökjél. Te is akarsz? Gyere! Köszönöm szépen a 150-es fejlővést, miközben ezek itt ugrálnak a fejembe. Gyere ide, hagyd! Úgy. Na, az én emberi szöveteim nem lesznek a testedben. Hú! Engedjék ki! Engedjék! Meleg! Jó, mondjuk milyen lenne? Fújj a tüzet! Okos bátorszám, a tűzoltó. Miért égett a tűz, ha már eloltottam azon a részen? Miért? Kifogyott a tűzoltó. Az baj. Van másik tűzoltó. De arra ott van egyáltalán valami, amiért el kéne oltanom a... tüzet, vagy ez kellett itt nekünk? Mindjárt meghalok! Amikor itt pattan egyet, akkor se vesz. Mi történik, Tamás? Hát följöttem ide, meggondoltam én, hogy arra kell tovább menni. Gondoltam én. Nem biztos. Úgy oda be. De most sugárzást akarunk megfékezni, nem tüzet. Hát de a sugárzást belül kéne megfékezni a hajóban. Hát kívülről hogy fékezzem meg? Nézzek rá csúnyán, hogy... kedves sugárzás. Miért vagy kívül? Mert hol kell bemenni? Azt keresem, a beutat keresem. Ott, ahol voltál, lent. De ott már nem volt hova menni. Benne úsztál az atomreaktorban, ami sugárzik. Azt mondtátok, hogy ott végeztem. Ott nincs több dolog. Itt már nincs mit csinálni. Szia Gyuri, hello! Itten van az atomreaktor, azt ezzel mit csinál? Mondjuk lehet, hogy egy javító eszközt megpróbálhatnék. Javító eszközt mondjuk. Nem úgy néz ki, mint ami segítene. Nem, ez csak bánt! Szóval itt mit tudok még csinálni, Birdie? Akkor mondjad, mert én itt már konkrétan nem látok semmi olyat, amivel tudnék interaktálni. És csinálna valamit. Valamit akkor nem vettem észre itt lent. Vagy itt fönt nem vettem észre valamit? Várjatok csak. Wait pillanatot. Óhe. Jó, megvan. Ajaj. Lesz itt baj. Itt fogok eltévedni.
Szerintem ide kéne úszkálni. Elég... Biztos kezdek benne lenni. Aha. Már nem kell tipp, már megvan. Ez kellett itt. Hogy ide beúszak, és itt... Poroltó, az mindig jól jön. Itt megcsináljam a dolgokat. Mondjuk ezt megjavítani. Nem, azt így javítani nem lehet. Jó, itt van levegő. Akkor könnyen lehet, hogy itt a vizen kívül kellene valamit alkotni. Mondjuk ott fönt egyszer. Vagy itt esetleg. Lépegető! Hármas típusú, ebből négyet kéne összeszedni. Aha. Jó. Ott arra nagyon tűz van, ott egy ajtó. Itt is föl lehet menni a lépcsőn. Ezt ki lehet nyitni a javító eszközzel. Ami ez, igen. Van poroltó, majd mindjárt. Ez lesz a shortcut szerintem. Talán, de elnézünk erre először akkor. Nem. Nem shortcutnak tűnik. Ez nagyon úgy tűnik, mint amit itt ki kell nyitni, vágni. Másik bejárat is van a hajónak, hát ezt gondolom. Magábbis elég nagynak tűnt ez a hajó, meg szerintem onnan a túloldán a hajtóművek felől is bele lehet menni. Úgy tipre. Itt egy PDA. Ott nincs semmi. Van egy első segélycsomag. Van levegő, az sárt néha. Ó! Lépegető dok balra, tárolóterem balra. Véreztető. Ez nem tudom mi, de nagyon pici volt és rám támadt, úgyhogy megjárta. Velem nem szórakoztok. Azt mondja, ne próbálja meg megjavítani. Akkor hagyjuk abba, nem? Nem? Vagy bátrak vagyunk? Így nem tudtuk, hogy lehetetlen, akkor... Akkor lehetséges, ugye? No, God! No, God, please, no! 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 Jó, akkor megpróbáljuk, na. Ó. Szerintem ez lenne a reaktor. Warning, local radiation. At maximum tolerable level. New blueprint acquired. No signal. Sérülés, aha. Olvassuk el. Az Aurora hajtómű magját egy vastag fémhéj borítja, amely több ponton megrepett a becsapódás következtében. Igen, ez látszódik. Míg a sérülések jelen vannak, rádiaktivitás árasztja el a környező területeket, miután lezárja a sérüléseket, a sugárzás idővel megszíni, ne kísérelje meg a megnövelt. Mi? Műveletet megfelelő védőöltözék és teljesen feltöltött javítóeszköz hiányában. Aha.
sugárzunk, de azért olvasunk. Hát... Ez a... Melyik a javító eszköz? Ezt sose fogom megtanulni. Hun van? Javító eszköz, az a... Aha, a lézervágónak piros a vége. Jó, akkor erről meg tudom jegyezni. És akkor teljesen feltöltöttnek kell lennie. Úgy, föl van töltve. Javítás. Recommended. Containment breach repaired. Further breaches detected. Vital signs stabilizing. Hmm. 10? Mi 10? Ja, hogy még 10 lyuk van? Azt így kihagytam a leírásból? Nem, nem volt benne. Ne tedd a cicát a mikróba. John, nagyon szépen köszönöm a követést. Üdvít, mi újság. No, van egy tippem, hogy a többi... A hello, hello. A többi az víz alatt lesz, úgyhogy ebbe a sugárfertőzött vízbe... Oh yeah! Na, jött egy követő botolásunk, úgyhogy most egy darabig... Menj már innen! Haló! Vannak ilyen izék. Melyik úszik még? Hú, gyerekek, mennyi bot jön közben? Hát az a baj ezzel, hogy most nem fogom... Nem fogjuk hallani a csír meg semmilyen alertet, úgyhogy azokat most inkább mellőzzük. A sound alert az egyetlen, ami ilyenkor működik, mert az teljesen különálló. Mármint ami ott a panelen van. Úgyhogy azon kívül ne nyomjatok semmit, mert sajnos nem lesz alertje. Vágd már le! Jó. Azt a mindenit, nem is kevés bot, ez nagyon durván sok most. Szerintem ez több mint 200. Na. De ezért csináltam meg pontosan ilyenre a follow alerteket, hogyha ilyet kapunk, akkor ne legyen belőle semmi probléma, mert így szépen kikapcsolom a hangot rajta. És nyugodtan tudjuk tovább nyomni a dolgokat. Containment breach repaired. Further breaches detected. Ben maradó, nem láttam ennyi, még 80 kb. Containment breach repaired. Further breaches detected. Jó, szerintem így egyesével végignézzük az oszlopokat, akkor egy idő után meg lesz a... az összes. Nagyon logikus vagyok ma, ugye? Containment. Jó, itt lent is van egy. Hát ez easy küldetés. Itt az egyetlen nehezítés az ezek a vérszívók állatok, amiből itt kiiktattam most szerintem nagyjából az összeset. Remélhetőleg. Azzal már nem lesz probléma legalább. Meg hát a botok. Kb. 200. Igen, mert ilyen 660 környékén voltunk. Úgyhogy a kb. 200 jött, nem baj. Mire jó a követő volt? Hát egy pillanatra idegesíti a streamert, aztán nagyjából ennyi. Nincs értelme, mert van egy ilyen Twitch tool, egy weboldal. Mennyinél tartunk? Nem figyeltem. Szóval van egy ilyen Twitch tool weboldal, amivel nagyjából egy kattintással ki lehet szedni az összeset. Egy van hátra, akkor meg is van. Yeah!
Hát akkor küldetés teljesítve. Úgy érzem, hogy itt ennyi kellett ehhez. Egy pillanatot kérek. Itt is vagyok. Na, voltak még amúgy itt ilyen vérszívó állatkák. Jó. Akkor... Az füst fönt? Olyan furán mozog. Na mindegy. Annyi, hogy a túloldalon, ott a túloldalon is van valami ilyen terminál. Azt is megnézném én magamnak, hogy ott mit ír a játék. Hát, ha valami érdekes dolgot kapunk esetleg belőle. No signal. Hát azt akkor nem kaptunk érdekes dolgot. Ott nincs semmi. Akkor szerintem mehetünk kifele innen. Ha jól sejtem. Ja persze, a teremből gondoltam ki. Nem konkrétan innen ki. Hanem, ha csak ott lent nincsenek valami szkennelhető cuccok. De nem, szerintem itt nincs több szkennelhető. Megnézzük, körbenézzünk még itt kint. Itt még bőven lehet mit szkennelni szerintem. Vezérlőterem. Nagyon jó, onnan jövünk. És chat, ne felejtsétek el felkiáltani a YouTube. Így van, így is van. Sérült vezeték. Na hát abban a pillanatban azt ott szeretném akkor orvosolni. Meg kellene inni egyet. Csikóhal. Hát ez már megvan. Sajnálom, tetszön, csak koreai fiúkat nézek. Mi? Megteltünk. Most az van, hogy a... Igen. Igen, a titán az... Titán az felesleges. Jó, de most mit dobjak el? Csomó olyan dolog van nálam, ami drágább. És kell a hely, hogyha találok valamit. Jaj, ez valami VR játék leírás, majd egyszer lehet, hogy elolvasom. Na például látjátok? Még egy ilyen modul. Csikóhal mélység modul. Ó, akkor tudjuk fejleszteni a csikóhalunkat, hogy ne csak 200 méterig menjünk le vele, hanem most már tovább is le tudunk menni. Ez amúgy olyan, mint egy hangárajtó. Hogy itt összeépítik a csikóhalakat, és ott ki tud menni. Csak gondolom, mi nem tudjuk csak úgy kinyitni, mert aha, itt hiába kattintgatok. Jó. Erre mi volt? Erre még nem voltunk, szerintem. Ó, kaja. Mindig jól jön. Ez itt semmi. Jól gondolom? Valószínűleg. Ott fönt, ott lehet dolog.
Jó, hogy én meg mielőtt idejöttem, csináltam egy mélységmodult. Hát meg kapkodsz, látod? Át kell nézni mindent, mint én. Az, hogy innen hogy fogok kitalálni, az már egy másik kérdés, mert már nem tudom, hol vagyunk. Kormányzati profil, azt hagyjuk is békén. Hú, azt legakarták adóztatni azt, hogy találtam rubintot, meg gyémántot, meg ilyeneket. Hajtómű, abban a pillanatban. Tommy be like. Mi ez? Haló? Stream, megy. Jó, megy. Igen. Igen. Ja, meg neked már volt bázisod, hát mert mondtátok, hogy mit tudok, ja, ott van még egy ilyen törmelék. Jó, de ez után most már tényleg kéne bázist csinálni, mert most már kicsit nagyon rosszul érzem magam, hogy itt vagyok egy játékban, ahol lehet építeni, és még egy szöget nem építettem. Vagy így konkrétan semmit. Kaja. Ott lent még lehet bármi értékes azon a részen? Kíváncsi vagyok én túlságosan ahhoz, hogy ne nézzem meg. Hát... semmi. Nagyon jó. Ezt se lehet kinyitni? Ezt se lehet kinyitni. Jó, akkor megyünk szépen fölfelé. Még küldetések is vannak a rádiónál? A világ összes irányába el lehet indulni ennél a játéknál. Hú, és ott valahol visszább volt egy útelágazódás. Aurora systems are running on local reserve power. Unable to remotely download black box data. Szóval igen, ott vissza volt még egy elágazódás, ahol csak egy irányba jöttem el, a másikban nem, és azt már ötletem sincs, hogy hol volt. De még oda is el lehetne menni. Na nézzük. Repulsion cannon retrieved. Hey Berkeley, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert. I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Amúgy. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Hibernáció, ez itt a kulcs szó, amin gondolkodtam. It's all that's stopping me from being so bored. I take a space walk in my skivvies. Hogy? Mi lezuhantunk ide, kijöttünk, és egy csomó minden arra utal, legalábbis nekem úgy állt össze a sztori, nem tudom, hogy ki kicsoda, mert nagyon rossz a névmemóriám meg ilyenek, de hogy én úgy raktam össze a sztorit, hogy szerintem mi a zuhanás után még egy jó ideig így hibernálva lehettünk abba a mentő kabinba, vagy valami ilyesmi.
Mert egy csomó ember ugye már hamarabb itt volt, mint mi. Hát ott már a szigeten építgettek, próbáltak termeszteni növényeket, mit tudom én. Létezik ez? Vagy nagyon félreértett, nem figyeltem. Akkor az egy másik hajónak a maradványa volt. Jó, akkor majd az egész sztorit ezt újra kell olvasnom, mert... Megint meg vagyok telve. Az a baj, hogy vizem már semmi nincs. Ezt minek hoztam, ezt a gravicsapdát? Jó, ha találunk értékeset, akkor azt kell eldobni elsőnek. Na. Raktér 3, adminisztráció, és erre mi van? Zsilipek. Itt ki lehet menni. Hátrafelé. Jó, ezt eloltom itt a tüzet, és megnézzük, hogy itt amúgy hova lyukadunk ki, ha itt kimegyünk. Ez kifogyott. Jó, de mondjuk így meg itt tudunk menni, úgyhogy nem kell több. Poroltó. Első segélycsomag, az nem kell. Jó, itt csak simán ki tudunk menni, és ez a rész. Ez a hajónak már a túloldala, nem? A fenéket. Ez nem a túloldala. Ez ott, ahol bejöttünk, csak följebb. Jó, viszont visszamegyünk még arra az adminisztráció felé, el kéne menni. Hűzol, Tomi? Igen. Küldetések, küldetések. Nézni fogjuk azt is. Adminisztráció. Ne égjél már. Mitől égsz? Olyan fura ez a tűz a játékban. Lépegető. Azt szeretném, de nem tudom, hogy hol van. Ott van valami a tűz mögött, vagy nincsen? Kaptam PD adatát, de már nem tudom melyiket. Hú, ezeket majd nagyon el kell olvasgatni. Lehet, hogy streamen kívül holnap nekiállok, aztán most már tényleg mindent elolvasok még egyszer, mert megint le vagyok maradva. Mert ma egyéb dolgokat hegezgettem, és nem feltétlen ezt. Mármint, hogy ilyen alerteket meg tudjátok. Szia Zalán, hello. Még itt is el lehetne menni, nem? Nem. Ott biztos nem. Á, van full damage. Itt most... Azért, mert azt hittem, nem tudok visszamenni. Hú, mit keresek éppen? Hát azt a lépegetőnek a darabjait. Mindjárt meg lesz pikpak, ha nem halunk addig szomjan. Jó, itt le. Itt el kell menni. Az innivaló volt, ha jól láttam. Tele vagyunk, az nem jó. Akkor eszünk egy tápanyagrudat. Meg iszunk egy innivalót, nagyon jó. Itt honnan is jöttem? Lentről jöttem. Innen. Itt meg innen jöttem. Csikóhaldokba voltunk. Vezérlőterem, erre mi volt? Vezérlőterem, ott csináltuk meg a reaktort. Erre felé van a... Lépegető dokk. Igen, menjünk vissza a lépegető... dokba, és itt próbáljunk meg leszkenelni dolgokat.
Itt mi világít? Á. Oké. Arra nem tudunk fölmenni. Nem, a lépegető dok itt van. Vagy mi? De most jöttünk le ide. Lépegető dok erre. Akkor nem. Akkor erre van, akkor nem onnan jöttünk. Ötletem sincs, hol vagyok. Ez lenne a lépegető dok? Igen, és itt, ne, itt volt az elágazódás, hogy arra elmentem, de nem mentem föl. És a másik oldalt lehet szerintem fölmenni, van egy olyan érzésem. Mai menü. Ez hasznos. Poroltó, az, az viszont tényleg hasznos. Itt valamit tudtam szkenelni? Nem csak a izé. Lehet, hogy kevésbé rángasd az egeret? Bocsánat, azért rángatom az egeret, mert hogyha ránézek valamire... akkor kiírja, hogy azzal tudok-e interaktálni. Nyugi van, elraktam. Érted? Mert nyugi van a poszter is. Igen. Nem lehet nélküle befejezni a játékot. Ja, ez igen. Igen, ez olyan, mint amikor mondtam Avidnak a Rough streamben, hogy nagyon fontos, hogy visszamenjen még a medve szigeten az őrbódéhoz fentre, mert ott lényeges dolog van még, és kapott egy nyaralással egy családi fotót. Igen, gondolom, hogy legalább ennyire lesz lényeges. Szűrt víz, na az viszont kéne. Jó, fölhíleljük magunkat, lehet, hogy az, vagy ez a sok elem. Tudunk valamit tölteni? Lámpát. Föltöltögetjük a cuccainkat. Mondjuk ezt, és akkor kidobunk utána egy elemet. A 96%-osból. Ezt is föltöltjük belőle. Ezt miért nem tudja föltölteni? A kaját cipeli. Hát ez drága kaja! Element meg pikpak csinálok. Az nem... Ja, nem mondok el, hogy nem fontos, mert... És dobjak el egy kaját. Visszacserélted az 50%-os elemre. Ja, mert hogy ez nem úgy van, hogy abból az elemből föltölti, hanem ki tudom cserélni benne az elemet. Ó, akkor jelenleg van egy 66%-os elemem, azt belerakom el. Azt hittem, hogy azt így rátölti. Kaját lesz, amennyit akarsz. Akkor megeszem. Mondjuk igazából el is dobhattam volna, mert a vizet meg most megiszom és kész. Meg itt van még egy csomó kaja a földön. Fölisszuk magunkat végre. Jó, de azért az vicces, hogy itt mondták a bejátszásokban, hogy az Aurora fedélzetén, vagy mi a fenének a neve, Aurorának hívják? Úgy hívják? Hogy hívják? Aurora, jó.
hogy az Aurórán ott a világ végéig elegendő étel, ital, cuccok, források vannak, aztán itt nem sok maradt belőle, amúgy. Hello, motherfucker! Szia Tamás, hello, hello! Na, innen jöttünk be, egérrángatás nélkül. Ebben a szobában voltunk. Erre megyünk tovább. Lépegető. Itt lesz a lépegető, hát máshova nem tudok menni egyelőre. Gondolom én. Elmegyünk balra először. Elmentél mellette? Az simán lehet. Egy személyes ágy. De... Jó, ezekért majd visszajövünk, simán visszatalálok érte. A képkámos az fontos volt, de nem fogunk posztereket cipelgetni. Mindenes szállító alkalmatosság? Úgy hívják a táskát, hogy mindenes szállító alkalmatosság? Kaját és elsősegély szart, és hogy hílelem föl magam? Tessék. Megnézted már a zenéket? Meg. És a számolódat beraktam, a 8 óra munkát nem raktam be, mert ugye az ütné a számolódat. Aztán ennyi, azt hiszem. Nem tudom, hogy mit küldtél még. Amire raktam a reakciót, azokat be is pakoltam. Gravi csapda, tényleg kell a fenének. Azt majd csinálunk. És ez mit tud? Ezt tudom úgy csinálni, hogy lerakom. Belepakolok. Mondjuk belerakom a kaját. És aha, úgy nem lehet fölvenni. Jó, de ez gondolom nem túl fontos. Ez a szállító alkalmatosság. Az csak egy sima tárolórekesz, az titánból bármikor csinálunk. Nincs benne semmi. Új, de kéne egy kód. Egyes kabinba, aha. Kód 1869. Heal. Ó, két személyes ágy, ezt azonnal leszkeneljük. A 90-es évek, az is bekerült. Így van, azt is beraktam Tamásra. Tényleg ezt még nem is néztétek a... Nem azért mondom, hogy nézzétek, sőt. Most már elmúltak a követő botok, úgyhogy visszakapcsolom az alerteket. Birdy elsiette. Még egyszer. Úgy. Kék sapka, hát kösz. Víz, kaspó. Az a baj, hogyha hosszabbra raktam volna, ott nem lehet úgy elvágni, hogy jó legyen. Köszönöm szépen, Birdy, a 90-est. Ki lesz a másik személy a két személyes ágyban? Hát, ez egy nagyon jó kérdés. Egyelőre nincs itt több túlélő. Nem úgy néz ki, mint hogyha itt benépesítenénk ezt a bolygót. És micsoda tánc volt? De... Pillanat. A 90-es években mindenki táncolt! Tényleg? De én úgy akartam, hogy és micsoda tánc volt. Ó, akkor ezt majd javítom. Igaz.
Én nem panaszkodni szeretnék, de olyan szinten triggeröl, hogy nem szeded össze a lépegetőt, hogy a pulzusom duplája a tiédnek, Tamás. Jó. Merre van az a lépegető? Itt visszafelé? Hol van? Erre? Várjál! Most rossz irányba jöttem szerintem. Arra. Itt kéne legyen a lépegető? Itt? Oszt itt hol? Az drága az energiacella. Előbb ránéztél. Itt néztem rá, az ott középen, mondjuk az lehet. Ó, tényleg az egy lépegető! Azt hittem azok ilyen robotkarok. Ó! Jó vannak! Jó. Oxygen. Mi? Szales, hello, nem értettem, kim vagyok a száraz parton, és akkor oxygen. Ja, oké, ez eddig jó. Három megvan a négyből. Van az Isten nyilában van a negyedik? Mert az már nincs föllógatva. Valahol itt kéne legyen. Lángol. Az lángolott. Hinnye. Köszi szépen a 150-es szales. Nem értettem, nem nagyon értettem, hogy hogyan jön Creeper itt. De összehúztam magam, rossz játék, igen. Meg vagyunk? Nyugodt mindenkinek a lelke? Megvan a lépegetőnk? Gondolom, majd megnézzük. Meg volt a négy. Na, most már körbenézhetem itt a szobákat? Hogyan kell Tamást összezavarni, tutoriál? Hát, és tényleg. A pulzusom felment a Creepertől? Benne van a pakliba, elég könnyedén. Jó, itt bal. Voltunk. Itt. Kapitányi lakrész és kettes kabin. Ezt nem lehet nyitni. Viszont ide kell egy kód a kapitányi lakrészre. És a kellemes ajánlat... Raktér kódja 1454. Ha? Ezt használtuk. Hűha! Akkor ide még szerintem nincs kódom, mert az itt a kódok és nyomok menüpont alatt lenne. Úgyhogy el kéne mennünk. Itt körbenézni valahol. Na, ugorják ki belül. Be vagyok szorulva? Jó. Mi? Első segédcsomag villant föl. Oké, no signal. Akkor valami PDA-t kellene itt keresni. Amivel ki tudjuk nyitni a kapitányi lakrészt. Hogy az miért jó nekünk, azt nem tudom.
De majd rájövünk. Víz. Elem. Pong. Peng. Szales, köszi a bongot. Elem, mennyi elemen van már, te jó isten. Hol fogom én megtalálni azt a cuccot? Hú, az menő. Ez mi ez? Nature Selection. Nem visszük el. Ott azt nem tudom, hogy... Azt az ajtót, azt ki lehet nyitni? Ow. Hát nem úgy néz ki. Az baj. Erre még nem voltunk. Úgy, itt lesz a kapitányé. Nem. Ez nem a kód. Víz! Ha megmentetted a hajót, az nem fog felrobbani, tehát valószínűleg itt marad. Itt marad, igen. Elem. Csak jó lenne oda bejutni, mert... Vagy lehet, hogy később kapom majd meg küldetésből, mondjuk. Simán benne van a pakliban, nem? Elem. Mennyi elemet lehet itt találni? Mert akkor ezt úgy érzem, hogy körbejártam teljesen. Most már nincs olyan hely, ahol nem voltam. Ugye? Ja. Egy körben ki lehet üríteni a hajót? Á, hát azt amúgy én is kétlem. Még biztos vagyok benne, hogy egy csomó irányba el lehetne menni, amit nem vettem észre. Ez a snack automata. Nem. Ott is van egy ajtó. Itt a pult, itt már mászkáltam egyszer, igen, ez lényegtelen. Jó, akkor szerintem menjünk vissza és kezdjünk el bázist építeni. Így, négy. Kicsit itt nagyobb a fall damage, mint a raftban. Ezt hozzá kell tenni. Mint tegnap, nem? Most tényleg bázis van ki. Sajnos nem lehet, de majd kell hegeszteni. Nem tudom, mire gondolsz, hogy mit kell majd hegeszteni, de biztos. Nem erre kellene mennünk. Mászáki? Arra kellene mennünk. De ez most megint lángol. Vagy eddig is ennyire lángolt. Jó szakát, jó éjszakát mindenkinek, aki megy esetleg. Merre vagyok? Erre vagyok, ugye? Van négy tartály. Ja, reaktorra gondolsz, de egy az, hogy a, ki is van írva, hogy no spoiler, meg no backseat, a másik pedig, hogy azt már megcsináltuk. Azon már túl vagyunk. Most már csak próbálok kijutni. És... Valahol... Itt lehet kimenni, azt hiszem. A másik oldalt. Ha jól rémlik, akkor itt volt az, ahol így ki lehet menni. Aztán nem biztos, hogy jól rémlik, de majd meglátjuk.
Amúgy, amit eddig felfedeztél, négy mondatba összefoglalható. Jó, Birdy, írd le akkor azt a négy mondatot, ami eddig történt a sztoriban, meg így, amire gondolsz, és akkor azt elolvasom. Lépegető az új mém, de hogy is a lépegető megvan? Azt tudtam, hogy vissza kell majd menni, csak nem láttam, hogy oda föl van lógatva, hát most ilyen emberi dolog, hogy nem... A játékban, ahol lefele megyünk általában és merülünk, ott nem feltétlenül fölfele nézek elsőnek, na. Ott a kijárat. Tamás, a pulzus mutató az real, csak mert lassan annyira nyugodt vagy, hogy leáll a szíved. Volt ott ma már 40 valamennyi is. Igen, amúgy real, ezt ma raktam be. Így hozzászerkesztettem oda a facecamhez. És... Az baj. Ugri! Megégetett. Na, megyünk haza. Kell építenünk egy lépegetőt, meg egy bázist. Van fészed? Van. Csak az ilyen... Nem streames fész, hanem az ilyen privát facebook, ahol ilyen családi dolgok vannak. Na, így könnyebb körbenézni. Jó oldalon vagyok. Oké. Arra megyünk haza. Az Aurora eddig ismeretlen okból zuhant le, és te túlélted, a többi mentőkabin utasai, akiket megtaláltál, nem élték túl. Ez eddig tiszta. A szigeten lévők nem tiszta. Ja, hogy korábban lezuhant itt a Dagasi is, amin volt Pál, Margit és a kölyök. És nem értettek egyet, hogy a parton, a víz alatt, vagy hol éljenek. Aha, igen. Margit elhúzott a víz alá. Valószínűleg neki találjuk meg folyamatosan ezeket a víztisztító berendezéseit. Valamilyen ismeretlen ősi idegen tárgyat is talált. És ismeretlen okokból az állapotod is romlik, önvizsgálat. Hú, azt egyetlen egyszer nyomtam a legelején, és már nem emlékszek rá, hogy mit írt, de ezek szerint igen. Addig nem lehet vége a streamnek, amíg nem csinál normális bázis, Tamás. Ez jó hosszú lesz. Az már a mentőkabin? Az már mentőkabin. Igen, csináltam egy önvizsgálatot, és így annyi, hogy ne... Várja. Csinálunk egyet. Baktérium van a vízben, hát nem fertőtlenített, csak szűrt vizet iszunk. Gondolom, hogy az baktériumos. Rossz nézni a sok tárolót, pedig olyan szépen lebegnek. Hát bennem, mert megiszom. Igen, hát jó, hát itt fertőzőek a dolgok egy kicsit. Az meggyógyít engem a bázis, ja. Hát van medkitem, itt az életem a 100, nagy baj nem lehet. Ja. Nincs hozzá titán. Van egy csomó titánunk, ne aggódjatok. Na. Jó. Helyzet a következő. Neki fogunk állni most bázist építeni. Lepakolom a nálam lévő összes fölösleges dolgot. Azt hiszem van itt üres tárolom, igen. Na, a vonóágyú az nem kell. Légvisszanyelő nem kell, mikroszkóp nem kell, analizáló nem kell, ez meg is telt. Oké, itt van hely, de ebben nyersanyagok vannak,
Ebbe is nyersanyagok vannak. Ebbe is nyersanyagok vannak. Ebbe még van, ha ide bepakoljuk az elemeket. Úgy. Ezeket az utcokat is el kéne rakni. Most mi történik? Kikattintottam a játékból, ügyes voltam. Ezeket meg bepakoljuk ide a... Cyclops modult, a posztert. És ezt a csikóhal mélységi modult, ezt valahogy bele kéne hegeszteni a csikóhalba. Most már körbenézem. Ez csak energiacella. Ez beszállás. Lehet, hogy kezembe kell venni? Nem tudom a kezembe venni. Jó, mindegy, majd valahogy rájövünk, hogy hogy kell belerakni. Kicsit úgy érzem, hogy direkt budításkodja el. Mi? De most miért? Bázis kell ahhoz, hogy belerakd. Valószínűleg tartom én is, azért raktam el. Most tényleg nekiállunk, fogunk titánt. Azt hiszem, az kint van. Első segélycsomag nem kell, tápanyagrúd nem kell, azt megesszük, meg haja az lesz bőven. Mi is fog kelleni a bázishoz? Hol az az építős eszköz? Élőhely építő. Úgy. Hármas, most már promódba váltunk, ne aggódjatok, ólom. Igen. Ólom fog kelleni. Valamit akar a rádió, nem értek el, nem értek, hagyjatok a rádióval. Építünk, sose fogunk eljutni az építésig, ha rádiózok. Ólom, titán, szilikon, üveg. Nincs ólom, jó, akkor kint van az ólom. Itt van a tárolóba, ebbe. Hol lesz a bázis? Hát a vízbe. Igen. A vízbe. Rádió végtelen titánt ad? Nem kell, titán van. Nem az. Nem. No, God! No, God, please, no! 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 Köszönöm szépen a... Miért nem látom a... Na mindegy, köszönöm szépen a 200-ast és az 500-ast. Végtelen titán, igen. Szales meg Birdie. Második vonat, elnézést. Mi? Már megint vonatoz? Ne vonatozzatok, nyugi, elég egy vonat, bőven elég egy vonat egy streamre. Hely jó Isten, megvagytok bolondulva. Na. Másszál fel oda. Eldöntjük, hol lesz a bázis. Összeszedtem hozzá a szükséges alapanyagokat. Ebből titán. Jó, majd üveg még kell, meg ilyen apróságok, de ahhoz, hogy a szerkezetét megcsináljuk, gondolom alap kell, meg falak, nem? Mondjuk üveges falak kellnének, de ez... De szép az ég amúgy itt a háttérben a felhő, vagy mi a felhő? Bolygóval. Azok nem falak? Hát ez nem fal, vagy... A 2-5 az elemek. Ez a 2-től 5-ig erre gondolsz? 1 az alap, igen. Misi, tudom, hogy néz ki, a múltkor rákattintottam. Legalábbis egy alapot, de... Jó.
döntsük el, hova az Isten nyilába kerüljön egyáltalán. Itt mi világít? Nem kapcsoltam ki a izét. Köszönöm szépen, Zoli, az 50-est. Jaj. Úgy képzeled el, mint egy konténerházat. Ah, olyasmi, mint amiben leúsztunk ott lent annál a világító karikánál, amiből kijöttek a féregkígyók. Hogy ilyen csövekből álló kis izék. Igen, jó, oké, akkor megvan, milyen lesz. Na, szóval keletre van a, vagy hát dél-keletre van a hajó. Akkor északnyugatra a hajótól elmegyünk. Vagy hát így a hajó, ha így áll egyenesen. Akkor mondjuk így vagyunk rá merőlegesen. Hát akkor kb. Úgy északnyugatra elmegyünk így egy kicsit. Abba az irányba, és ott keresünk egy helyet. Nyersanyag szempontból fontos a bázis. Szakad az ég, össze kell varni. The hype train has pulled into the station. All aboard. The hype train has pulled into the station. All aboard. Zoli, nagyon szépen köszönöm a 150-es hype train indítást, és az másodjára. Ma már másodjára indítjátok el, te jó Isten. Egyszer, a másik pedig egy másodjára ragad bent egy ilyen jumpscare-es cucc, mert nem... Az a baj, hogyha ilyen sound alerten indítjátok el a hype train-t, akkor az összebugol. Jaj, de nagyon szépen köszönöm a 150-et, és elnézést ezért a bugért, majd megpróbálok rá valamit kitalálni. Vagy lehet, hogy kiveszem a hype train-nek a hangját, és akkor nem fog bugolni. Na. Nem tudom, elnézést, és nagyon szépen köszönöm még egyszer a 150-est. Szóval, én arra gondoltam, hogy így a hajótól arra elmegyünk, és ott ha nyersanyagokat... Na jó, kérdésem a következő. Mekkora csalás az, hogy nézzünk egy térképet, így Google-be, és úgy középre letennénk, meg gondolom, hogy van valami térképje a játéknak. Nagy csalás. Akkor nem nézünk térképet. Jó, de most már nem is sugároz a hajó, úgyhogy igazából lehetünk közel a hajóhoz. Reportolva leszel. Jó. Akkor... Nem lehet itt aludni, hogy nappal legyen? Így hogy nézem meg, hova megyünk? Olyan helyre költözünk, ahol le tudunk menni sok-sok nyersanyagért. Mr. Megalomán. De... Most, ami eszembe jutott nekem... Sziget és a hajó közé, igen, igen, pont erre gondoltam, hogy valahol a sziget és a hajó között félúton, a probléma az, hogy nem tudom, hol van a sziget. Én gondoltam, hogy az lehet a sziget, ahol az a felhős rész van, hogy talán ott volt a sziget, csak ugye nem vittünk oda jeladót. A hajó segge irányba arra van a... Az lenne a sziget akkor? Hajó seggét láttuk a szigetről. Akkor az lenne a sziget, akkor viszont így oda. Oda csináljuk a bázist, valahova. Jó, elmegyünk arra fele, körbenézünk. Azt mondja, az kb. Ilyen irányba van. Na. Keresünk valami olyan helyet. Hoppá, elütöttem valamit. Zoli, nagyon szépen köszönöm a 100-as kopogást. Te jó Isten! Itt vannak itt a vízbe közben.
Ezt gondolom már átnéztük. Igen, mert itt van ez a feltörő vulkáni cuccos, vagy valami ilyesmi. Itt elég mélyre le lehet menni a zöld részen. Nem is, ez nem is a zöld rész. Itt már voltunk? Ez volt az, ahol ki kellett hegeszteni a lézervágóval az ajtót. Szerintem. Igen. Hello. Itt jó lehet szerintem. Én is erre gondoltam, hogy így nagyjából itt. Mert itt nem zöld a víz, nem algás. Valahol ott van a sziget. Ott van a hajó. Annyi, hogy talán még egy picit így a... arra a sziget felé még elmennék. Így úgy kb. Ide. Szigethez közelebb tennéd? Lehetünk még. Meg itt szebb színe van a víznek. Én lehet, hogy hülyének néztek. De én úgy választanék. Igen, ott a sziget, ott jön ki a ködből. Akkor én most már látótávon belül vagyunk. Ja. Ott a sziget, akkor itt valahol. Jó, tehát nagyon adom a homokos sárgást. Homokos sárgás terület a legbiztonságosabb. Igen. Zoli, köszönöm szépen az újabb 50-est. Aztán kenyérre maradjon. Nehogy már itt nekem ezé... tényleg elszorsz mindent, aztán... De ez az a sziget egyáltalán? Most csak... kérdés. Ez ugyanaz a sziget, ahol voltunk? Ez eddig is két darabból állt, vagy csak olyan messze vagyunk, hogy nem tölti be? Jaj, nem tölti be. Jó. Oké, most miért nincs hang? Jó, kicsit elbugolt a hang. Na jó, itt elég mély. Nem látok hirtelen veszélyes állatot. Valószínűleg itt, hogyha lemennénk, akkor azért látnánk. Annyit csinálok, hogy itt lemegyünk egyenesen, és körbenézünk, hogy mi van lent. Mielőtt ide építünk, hogy nehogy itt nekem valami folyadékbevitel szükséges. Az csodálatos, az nincs nálunk. Húha! Van olyan, hogy vízitériszony? Mert az most nekem így előjött. Jó. Nem tudom, merre van a föl meg a le. Most jó, csak fölfele megyünk, remélem. Jó, fölfele megyünk. Oké. Ez a hely, ez lesz a mi helyünk. Én lerakok ide egy izét, adóvevőt. Kidobunk egy eladót, hogyha visszataláljunk ide, mert itt elkezdünk építkezni. Vizitériszony. Hát, nem. Just do it! Make your dreams come true! Do it. Csinálom. Már is csinálom, köszönöm, 150, oké. Köszönöm szépen a 150-est. Van vizem, amit megtok, nincs semmi vizem. Meg fogok dögleni, mert nincs vizem. De olyan izén vagyunk, hogy nem engedi lerakni az alapot. Ignorál minket. Szerintem túl mély, ez nem jó. Hogy azért jelzi most pirossal, mert hogy a túl mély helyen nem tudja lerögzíteni az alapozást. Jó,
Ezt nem tudtam. Sose építettem még. Oké. Akkor ennek kéne megkeresni a szélét, akkor fölveszem a jeladót. Igen. Beülünk a csikóhalba. Igen. És akkor ennek a szélét kéne megkeresni. Jó. Melyik irányba keressük meg a szélét? Mondjuk én azt mondanám, hogy a sziget irányába keressük. Így elmegyünk. És elkezdjük keresni a szélét. Nem muszáj alapot építeni. Előfizetési cél elérve ismét. Hát igen. Akkor viszont nem a sziget felé lesz a széle. Hanem arra visszafele kéne legyen a széle, mert itt nincsen neki. Nem is muszáj alapot építeni. Szomjan fogok dögleni közben, az az egyetlen bajom nekem. Igen, szaladunk a szigetre, gyorsan szedek izét. Olyan vizet töltő növényt, aztán megyünk, megkeressük most már a helyét. Mi van a 80-as évekkel? Tomi, hogy érzem a 80-as évekkel kapcsolatban? Seek fluid intake immediately. Ó. Vital signs stabilizing. Hogy érzek a 80-as évekkel? Nem tudom. Milyen szempontból? Nem vagy normális ember. Nem vagy normális. Komolyan erre 2000 bitet? Hát nagyon szépen köszönöm egyszer. De jó Isten! Ezt nem gondoltam, hogy ezt valaha valaki ki fogja váltani. De rengeteg bit. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Normális vagy? Meg sem merem nézni az e-havi bit izé táblát. Most már csak azért ránézek. Hát itt csak az első három helyen 16.000 bitet küldtettek az elmúlt, szerintem egy héten. Gyerekek, ez Birdie, megkaptad, amit írtam DC-n, ugye? Resi-re maradjon, mindenre maradjon, légy szíves. Jó, akkor az, úgy érzem, hogy lassan aktuális lesz. Nem tudom, hogy hogy van, de hogyha holnap azt megkérdezed, azt nagyon megköszönöm. Mert itt kezdtek túlzásba esni most már tényleg ilyen bitekkel, csírekkel, tabokkal. Hé jó Isten. 2000 bitér egy Rickról. Ráadásul rövid, rakjuk már be a teljeset, ha ennyi bitér. 80-as évek. Ó, most meghallgatjuk. Úgy, mehet. Közben keressük a bázis helyét. Tomi holnap már lámbójából fog streamelni? Azért azt nem hiszem. Én még olyan jó helyzetben vagyok, hogy rezsi miatt fájjon a fejem? Gondolom nem olyan helyzetben vagy, hogy rezsi miatt fájjon a fejed, azt akartad írni. Az még a jobbik szituáció. Jó, itt elég sok cápa van. Vagy valami lény. Jó, itt lesz a széle. Itt a széle. Igen. Ez a széle. Akkor itt lesz a bázis, ittene.
Nem kötelező az alap és ronda is. De akkor lebegjen ott a semmi közepén inkább? Melyik tetszene nektek jobban? Itt alappal? Vagy ott a semmi közepén? Ott a semmi közepén egy alap nélküli lebegőbázis. Lebegjen? Holman, nagyon szépen köszönöm a követést, üdvít, mi újság veled, hakítok a zenéből kicsit. Nyolcvanas évek, köszönöm szépen a klippet. Mindjárt bekövetkezik, amit írtam. Várjál, mit írtál? Ja, privátba írta. Jó. Itt már görgettem ezzel a csetet. Na akkor, léci, mondjátok meg nekem. Ide építsek, vagy ott, ahol az előbb voltunk, ott jó volt, csak nem kell alap, hanem a mélységbe nem tudsz építeni. Miért nem? Ide. Jó, ide egy, mert mély, és ha lebeg az egész, akkor mi a baj azzal? Vagy nem lebeg? Nem lebeg. Ja, hogy nem lebeg! Óóó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 ! Csak nem kell alap. Jó, hogy akkor lerakom és lesüljed. Jó. Nem süllyed. Mindegy. Nem tudom. Itt lesz. Kész. Itt, ahol vagyunk, itt lesz. Amúgy az, az a baj, hogy ezt a... Ezt a kommentet ezt most pont elolvastam, igen, és ezen gondolkodtam is, mielőtt itt vagyunk, mert láttam, hogy itt a segge, és itt már találkoztam vele. Ott, ott föl a bant amúgy... Nem... Ezen már aggódtam egy kicsit, csak nem mondtam nektek. Nem oldott fel? Jó. Mert hogy igen, itt találkoztam a pont a seggénél, azzal a leviatánnal. De mindegy, igazából az a leviatán az nem... Nincs az annyira közel. Ott a sziget. Ide kiépítünk a szélére, idáig nem jön el. Senkit nem fog zavarni a leviatán. Ezek kis cápák vannak itt, de az meg békés. Itt, ide, ez a panel mellé, itt már vannak alapanyagok. Mondjuk picit zavaró, hogy az itt mászkál, de... Az majd eltűnik. Ez itt jó lesz. Jó a szomszédnak, persze! Anya, icipicit erre eljövök itt balra, mert itt tisztább a víz, ilyen... Nem tisztább. Hol volt itt? Itt volt egy pont, ahol ilyen kékesebb volt. Hogy itt erre volt? Itt olyan zavaros. Megvéd majd engem. Igen, ott az a sok hal az jobban zavar, mint az az egy darab leviatán. Az az egy leviatán, az senkit nem bánt. Engem se bántott még. A leviatán egy békés állat. Ugye ezt már megtanultuk. Jó. Itt lesz a bázis. Semmi nem érdekel. Kiszállunk. Építünk. Nem azzal. Ezzel építünk. X szakasz. Ezzel kezdünk. Lerakjuk az X szakaszt ide. Ide. Így. Pak. Pak. Kész, van neki lába. Csodálatos. Oké. Jeladó a kezünkben van.
Okés. Bázis. Kész a bázis. Lehet a pox spam a chatre, megvan a bázisunk. Rakunk rá... Ilyen T alakú szakaszt. Forgatás zárójel. Egy picit azért zavar, hogy itt hörög mellettem valami. Valahogy... Nem. Minusz, plusz, hogy értél zárójel? Meg kell nézni a beállításokba, hogy mire gondol zárójel alatt. Ja, hogy vagy görgő, vagy zárójel. Á, igen. Azzal tudom forgatni, és máshogy nem lehet forgatni. Ha. Ha. Jó. Ugye nem tudtam végigolvasni, de az miért volt spoiler, nem tudja, hogy itt van. Találkozott már vele, vagy nem értem. Hát az, hogy régebben találkoztam vele, csak szerintem... Vagy hát most nem mondtam ki, hogy emlékszem rád, amúgy emlékeztem rá, hogy itt van a hajó seggénél. Csak ez akár spoiler is lehetett volna, és ki van írva több helyre is. De le lett véve róla a ban, és csak izét kapott. Nem az. Ez. Egy kis T-ót kapott. Jó. Na, egyetlen egy problémám van nekem. Én ide szeretnék egy olyan elemet, ami ilyen, csak fölfele áll belőle egy darab. De úgy látom, hogy olyat itt nem nagyon lehet. Csak mondjuk így lehet összerakni. És akkor így előre mondjuk meg tudom építgetni a dolgokat, és utána már... Te, menjél már innen, építek, nem látod? Mondjuk ez nem ide, hanem az üveggömb, az oda, ez az obszervatórium, az nem tudom mi. Bázisra nem agrózik, mit tudom én? Egyelőre békésen elúszkál mellettem, látjátok, itt konkrétan benne van az arcomban, és nem tud megharapni, mert béna. L alakú üvegszakasz, vagy I alakú üvegszakasz. Kanyar, ablak, megerősítés, zsilip. Egy zsilip, na mondjuk az kellene, mert az lenne a bejárat. Oxygen, mindjárt fölmegyünk, nyugi. No panic. Jó, mondjuk itt lesz a bejárata az obszervatórium mellett. Oxygen. Úgy. Jaj, Birdie, köszi. Oh. Én... vada... Ez a vada, azt gondolom arra vonatkozott, hogy az arcomba úszik a cápa, és nem tud megharapni, mert béna. Mondjuk ez így elég furán néz ki. Nem, ez az obszervatórium, ez ide nem kell. A zsilip kell ide. Igen, a zsilip kell ide. Úgy, mert akkor onnan fogunk bejönni. A mélység felől lehet bejönni egyáltalán. És még egy ilyen T alakút leraknék erre az oldalra. Így. És akkor így azon a hátsó részen lenne igazából a bázis. Jó, ezt hegesszük meg. Egyszer. A zsilipet is meghegesztjük.
nem hegesztjük, meg kvarc kellene hozzá. Azt meg nem hoztunk. Oké. Okay. Ez nem pont kvarc. Dehogy nem. Nagyon jó. Hülye hal, menjél már innen. Na, taka van. Úgy. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Van bázisunk. Sokkal tágasabb, mint gondoltam. Viszont nincs benne oxigén. Jó. Akkor kiülünk a ladikba. Oxigén. És kicsit nézzük meg ezeket a tervrajz dolgokat. Találtunk halakat. Az nagyon jó. Van még hal. Lila tábla. Oké. Okay. Lézervágó vonóágyú. Oké. Okay. Ledrút, hát ezt nem találtuk meg. Lépegető, nagyon jó. Oké. Okay. Oké. Okay. Na, itt vannak ezek az elemek, az addig oké, okay, irányítószoba, több célú helyiség. Ilyet kellene csinálni mindenképpen. Ilyet is kellene, ezt meg is tudjuk csinálni, ezt a több célút. És mindegyik a barátunk, így van, így van. Ez az obszervatórium, ez csak annyi, hogy kilátunk belőle. Hát ez nagyon jó. Száraz dokk, az később. Ablak, zsirip. Napeleme. Hőerőmű. Az aerogél kellene. Ehhez viszont tudunk mindent csinálni. Jó, akkor egy napelem kellene ahhoz szerintem, hogy tudjunk áramot termeszteni. Vagy bioreaktor. A bioreaktor az jó lehet, nem? Harminc perc után le is törölted, az fura. Nekem amúgy tetszik. Már hát mindenkinek egyéni dolga, hogy mi tetszik neki. Ugye el tudsz tévedni, hogy el se hiszed? Hát igen, annyi, hogy én ugye ennyiből könnyebb helyzetben vagyok, hogy ha már eltévedtem, akkor meg tudom kérdezni, hogy na akkor most merre, és akkor megmondjátok, igen, igen, igen. A spoiler, az inkább a spoiler, meg a backseat-et, ez talán ketté is lehet szedni, mert a backseat az a kéretlenül, amikor nem kérem, mert hát mondjuk nem hasonló a kettő. Na mindegy. De hogyha úgy van, akkor majd úgyis kérem. Most a kérdésem az lenne, hogy mivel lássuk el energiával? Bioreaktorra vagy napelemmel? Mert mind a kettőhöz tudunk alapanyagot. A bioreaktor akkor lesz hasznos, mikor már mélyebbre építesz. Igen, akkor valószínűleg most a napelem az egyszerűbb nekünk, mert abban nem kell semmit berakni, az csak két kvarc, meg egy rezet hozok, és kész. Ja. Én inkább ilyen multis vagyok. Nekem a multi az, hogy itt vagytok ti igazából. Jó, mi is kellett ahhoz? Két kvarc, meg réz. Mennyire van innen a másik bázis? 1000 méter, az amúgy annyira nincs közel. Találunk-e itt két kvarcot, meg egy rezet? Hogy ne találnánk? Hát ez szerintem, ez show. Istenem, de béna ez a cápa. Az se az lesz. Mert mészkő
cuccos kellene ahhoz, az se. Előbb itt volt egy kvarc, akkor csak kéne legyen több is. Vagy ez följebb volt egy kicsit? 10. Szia Balázs, hello. Hú, ez amúgy itt elég... Elég para az a roncsos hely. Merre fele lehet innen a kvarc vajon? Van még ilyen feltörhető, bár ez a homokkő. Igen, akkor most ebből ezüstöt szereztünk. Akkor gondolom erre lefelé. Talán. De soha semmi nem biztos. Mert megint rossz irányba megyek. Valami bántott. Nem mondott, hogy az a cápa meg tudja bántani a hajómat? Hát szomorú. Jó, mindegy, hazaszaladunk kvarcért, lehet, hogy hamarabb lesz. Most mi is a cél? Gyorsan csinálni akarok egy napelemet, hogy legyen áram a bázisba, és akkor legalább levegőért majd be tudok menni, vagy hát remélem, hogy be tudok menni, aztán lehet, hogy majd valami lélegeztető szerkezetet is csinálni. Csak ahhoz kellene kvarc, meg réz, és azt nem hoztam. És hát most vagy találunk itt útközben, vagy hazamegyünk a bázisra, és akkor ott veszek föl, mert ott van. De egyelőre csak sót láttam. Talán. Cél a tojás? Milyen tojás? Lehet nagyobb betűkkel kellene kiírni. Amúgy az azért fájt. Haló, hát szétverik a gépemet. Welcome aboard, Captain. Van már backseat, az még amikor elkezdtem streamelni, az elsők között volt, amit megcsináltam. Persze, persze, meg benne van a chat szabályzatban is. Hogy a viharban-e? Mert csak most látom, hogy már vasárnap van. Ó, de hát a vasárnapból még nagyon sok van hátra, úgyhogy nem olyan para. Na, megérkeztünk az egy-két tárolónkhoz. Valamelyikben van... réz is, meg kvarc is, csak meg kell találni. Ezüst, arany... réz, kvarc, igen, réz, van még gyémántunk, ez üres, ebben meg már csak eszközök lesznek, úgy emlékszem. Nem, van itt még kvarc. Mennyi is kell ahhoz a napelemhez? 2 kvarc, 1 réz, akkor az bőven megvan. Van-e itt valami levegős cuccos? De kb. Mindenhol ez a chat szabályzat? Hát igen. Bázishoz csatlakoztatható levegőpumpa. A hozzá csatolt csőhálózatba oxigént juttat. Aha, jó, de akkor ez nem ahhoz kell, hogy a bázis legyen levegő alatt, hanem a bázisról lehet levegőt küldeni valahova. Akkor az nekünk nem kell. Víztisztító berendezés, az kéne, csak aerogélunk nincsen. Jó, mindegy, menjünk vissza, megvan, ami kell.
napelem, építjük tovább 1000-rel. Merre kell visszamenni? Víztorony bázis ott van. Az előbb én is, de Zoli... Zoli felázott ki, az a Zoli? Hát a Zolink. A kedvenc favic mesélő emberünk. Vagy nem favic. De joke mesélő, vagy nem is tudom. Ja, szia Zoli! Tommy Sugar Daddy-e, akár úgy is lehet hívni, igen. Ami Zolink. Nekünk minden névből lesz egy sajátunk előbb-utónk. Volt már nekünk Józsink. Bár Józsi, szegény Józsi amúgy jól eltűnt. Ezért büntetés jár, ajaj. Itt még csak Birdit ismered. Igen, amúgy kocsi az. Ritkán és keveset van itt amúgy. Bár mostanában egyre többször mióta Subnautica meg Raft van. Szóval Józsit kicsit sajnálom, hogy eltűnt. Néha így fényt hozott az életünkbe azzal, hogy itt jött és megkérdezte, hogy lehet a Minecraftban lerakni a crafting table-t, vagy hogy lehet craftolni egy crafting table-t, meg hasonló lényeges dolgokat. Napelem. Aha. Hol a nap? Fönt. Jó. Hát akkor rakunk egy napelemet mondjuk ide. Köszönöm szépen az 50-est, Zoli. Van levegőnk, van áramunk, van napelemünk. Nagyon jó. Ez a bázis még. Még. Egyelőre még csak leraktunk ide valamit, hogy legyen. Ez volt a büntetés. Az kis szemtelen. Ugyanitt cukoranyút keresek. Hol a nap? Fönt. Jó, de hogy... Nem, azt néztem, hogy igazából pont rosszul raktam le, mert arra van kelet, és arra van nyugat. Igen. Hogy föl kell a nap, mondjuk reggel nem pont süt ide. Te! Menjél már innen! Összeszeded magad és eltakarodsz? Helyes. Menjél is! Csira. Na. Szóval, hogy reggel nem fog rásütni, lehet értelmesebb lett volna így lerakni, de... Vissza tudom még szedni? Aha. Úgy. Már megint cseszeget. Szóval így lerakni. Így. Közben megkéselem ezt a cserkészőt, mert caklat. És nem hoztam magammal elsősegély csomagot. Nem késelem meg. Remélem meg ezt, dehogy ez. Elocica van gazdád, az igen. Nem bántott, megharapott, ő kezdte. Először ő harapott rám, amúgy. Klippeljétek vissza nyugodtan, építettem és rám harapott. Utána haraptam csak én. Szóval, az a koncepció, hogy arra hátrafele fog állni a bázis valahogy. Ezt nem építettem meg. De csak vizet ivott, de abba a vízbe, amit ivott, abba ott voltam benne, én is. Power restored. All primary systems online. És akkor kellene nekünk beltéri modulok. Én egy víztisztítót nagyon-nagyon szeretnék, de olyanunk nem lesz még egy darabig, ugye? Első segély csomagkészítő, olyan
se lesz. Jó, most szerencséd van, hogy nem haraptál meg amúgy. Egyebek, most itt nincs semmi. Függőleges csatlakozó elem. Ó, ha ezt ide berakom, akkor belül... Hát ez így nem jó. Akkor ha ide rakom... Ide meg nem rakhatom. Menjél már innen! Hihetetlen vagy! Meg fogod bánni. Vagy én. Na, hagy üljek be gondolkodni? Jaj! Ni? Még a szubot is én adtam neki, mert te másra pazaroltad. Ja, kucsinak? Igen. Amúgy. Nem tudom, hogy ez a függőleges cucc, ez hogy lesz. Nem tudom, az egész bázis koncepció nem áll össze a fejembe, hogy hogy kéne ezt jól csinálni, mert nem tudom, hogy milyen elemek vannak. Az a baj, én az ilyen nagy tereket szeretem, meg szoktam csinálni minden játékban, amivel eddig játszottam és építkeztem. Nagyon jó, nem hoztunk innivalót. Itt meg nagy tereket nem lehet csinálni, csak csöveket. Figyeli valaki ezt illetve, hogy már csak csetelünk. Nagyon unalmas vagyok most szerintem, úgy érzem. Mert nem tudom, hogy mit szeretnék csinálni, és borzalmasan érzem magam emiatt, mert összeszedetlen vagyok. Egy ilyen több célú, csináljunk egy ilyen több célú helyiséget. Az mindig jó. Nem ez. Igen, több célú cuccos. Azt ide lerakjuk erre a végére mondjuk. Ez kicsit nagyobb, mint gondolta. Ennek... Á! Ó! Hogy akkor ezt mondjuk így tudom lerakni. Aha. Itt vagyunk, csak jeleztem. Jól van, köszi. Köszi szépen az 50-es. 1,25 a bázis burkolatának szirátsága, és ott írt valami 4,75-öt. Ó, na itt a nagy tér, ez hiányzott nekem, nagyon jó. Végre már valami értelmesre is kattintottál, hát igen. Erőforrásokat és roncsokat ilyen is kellene, csak ehhez sok mindenünk nincsen most. Száraz dokk. Az is kellene, ez a kettő kellene, illetve... Villám gyorsan haza kellene szaladnunk, mert nincs innivalónk. És az baj. Vagy nem is haza, hanem oda el a szigetre. Lehet, hogy oda hamarabb odaérek. Mert otthon nincs innivaló. A szigeten meg gyors vágok két bokrot, az kész. Az a szerkezeti integritás hamar túl lett lépve. Nem lett túl lépve, majd mindjárt elolvasom, csak nem akarok meghalni itt szomjúságban. Jó irányba megyek? Ott a sziget, ugye? Aha. Arra felé kéne legyen. Meddig tervezed az adást amúgy? Nem tudom. Nagyon jó. Semmi nincs nálam, ugye konkrétan? Semmi. Hol az a rohadt sziget? Ennyit sebez? Hát akkor nem érünk el odáig.
szerintem. Nem mondott komolyan. Simán meghalhattam volna itt is. Úgyis itt éledek újra. De megmaradt meg én mindenem. Egyetlen egy dolog tűnt el, ami... Veszem a hangokat. Ez szomorú. Meghaltam. Elmentem meghalni. Konkrétan elmentem meghalni, amikor nyugodtan maradhattam volna a seggemen. És semmi nem történt volna ehelyett. Elmentem a világ végére a csikóhalat elvinni, hogy utána visszahozhassam. Meghaltam, de már jól vagyok, igen. Legalább jó messzire elmentem vele. Legyen mit visszahozni. Egy fabrikátor nagyon kellene ide nekem, és akkor itt már fogok 2-3 halacskát, megsütöm, és akkor van vizem, kajám. Talán az lenne az elsődleges, amit ide szépen le kellene rakni. Milyen messze volt a sziget? Mondjuk most tök mindegy, van kajám, piám, majd meghalok maximum legközelebb is. Na, menjünk vissza. Ilyen gyorsan elmentél. Jó hatással vagytok rám, na. Hogy az a durva, hogy annyit támogatást küldtetek ma, és még egy sellout emótát se láttam a cseten. Ez durva. Itt ez a sok cápa, cuccos, ez amúgy elég ijesztő errefelé. Igen, na ott vannak a sellout-ok. Az a rám is harapott. No. Adjál békén. Szeretnék egy fabrikátort. Válaszfal, az nem, így is kicsi a hely bent. Beltéri modul, fabrikátor arany, és táblakoral minta. Na jó. Arany. Itt nem lesz koralmi. Aha. Van egy csomó titán amúgy. Látjátok, van rengeteg titán. Korall. Korall, merre lehet korall? Gyártasz egy neocitránt és jössz, oké. Na jó. Hol a csikóhal? El kell menni korallért. Nehogy már egy rohadt óceánban ne találjak korallt. Birdie is elment, igen. Így is van. Víz alatti bázis. Na itt vannak korallok. Szerintem ez a lila, ez az. Nem, az nem az. Ott van zöld rész, na, jó. Átmegyünk arra.
mi kell minden kor? Nem minden kor kell, egy korral kell. Egy darab korral kellene. Egy olyan táblás fajta korral. Mondjuk ez talán az. Koralcső minta, az nem jó nekünk. Ez táblakoral. Úgy, na ez kellett. Mehetünk vissza. Jaj! Koral, az a koral minden. Jaj. Végül is. Igen. Igen. Ha ezeket csak én szórakozok jól, más nem röhög a cseten. Nem baj. Én el vagyok vele. Jó messzire eljöttünk korallt keresni amúgy. Bocsánat, nekem dark humorom van. Az olyan, hogy... hogy van az a... Van valamilyen vicc, hogy kisgyerek, meg szemetes, meg mit tudom én, de nem jut eszembe a vicc. Hogy ilyen mi a különbség, és van benne valami, hogy... Egyáltalán jut eszembe sajnos, na mindegy. Földi nincs itt, mert akkor már téhúzott volna. Nem, úgy csak törölni szokta, vagy... Vagy bannol, de aztán visszaoldja. Na, egy fabrikátor. A szerintem, amúgy itt rögtön a bejárattal szembe lehetne, mert itt elég sokat... Már a fenéket, ebbe a nagy területbe lesz. Ide ebbe a nagy területbe a szembe falra rakjuk, bár nem, ott meg lehet építünk tovább, akkor ide, erre az átlós falra fogjuk rakni a fabrikátorunkat. Mondjuk így a szélére már még lehet, hogy vagy középre? Középre. Úgy, fabrikátorunk van. Sose fogom megtanulni, hogy mivel kell megnyitni, amit. Rádió. Rakunk egy rádiót is mellé. Kicsit így kijebb helyezzük. Igen. Nagyon jó, most már tudunk itt fölvenni küldetést, akkor konkrétan a mentőkabin az nem is kell, de biztonság kedvéért meghagyhatjuk. Első segély doboz, az most nem. Fali tároló, ahhoz csak titán kell. Ja, nincs titánunk. Kéne szedni titán. Aha, ólom van sok. Jó. El kell szaladni titánért. Az jó, mondjuk az felesleges, igen. Most pont itt a környékünkön annyira nincs titán. Amúgy. De ez meg nem kell. Oké. Keresünk gyorsan, hát csak van itt valahol. Itt ez a nagy titán cuccos, ezt szét kéne szedni. Speciális eszköz szükséges. Lehet nekünk olyanunk? Szerintem nincs. Hol hagytam el a hajómat? Ott fönt. Hogy került ez ide föntre? Ilyen távol szálltam ki belőle. Welcome aboard, Captain. Jó, elmegyünk, szedünk titánt. Mert az... mint tudjátok, fölösleges. Ez fém hulladék, az nem az igazi. Itt mindjárt lesz egy csomó ilyen kiszedhető alapanyag, ami tele lesz titánnal, figyeljétek meg. Egyelőre nem látom, de lesz.
is van. Cápa ez mit szeretne? Menjél már innen! Jó van, akkor harapdálja. Én megyek szépen tovább, és szedem a titánt. Úgy. Attack on Titan. Sanci ennyire utál téged 0%? Az komoly. Az amúgy elég komoly teljesítmény. Balázs, meg lettél szeretgélve. Ez már nem titán, ugye? Nem, ez már nem. Már ezüst. Kicsit följebb kéne keresni. Itt szokott lenni egy csomó alapanyag, most hol van? Ott vannak. Azt nem kell. Titán, titán. Ennyi volt. Lézervágó! Képzeljétek, találtunk egy lézervágó töredéket. Nem baj, tegnap egy órát kerestem. Ha nem többet. De most találtunk. Most hogy már nem kell. Jó, egy pár darabot szereztünk, az már elég lesz amúgy. Ó, az igen, Szales még utálja. Az komoly. Engem meg már nem is vesz figyelembe, hát van egy CD. Valószínű azért. Ops, elütöttünk valamit. Ez a rész. Itt van valami darab, ezt le lehet szkenelni? Hogyne? Kyklops hajtómű. Első segélycsomag. Ott is van valami darab. Víz, az mindig jól jön. Viszont titánt azt most annyit nem látok. Már pedig sok szokott lenni, mert az nem ritka. Csak nem akkor van nálam, amikor kellene. Kalória bevitel, az nincs. Meg az anyádat. Tedd már azt, azt ússzá. Az surprise volt rendesen. El is felejtettem, hogy ez ekkora rohadt nagy közelről. De békés volt. Nem bántott. Egyáltalán nem bántott, láttátok. Oda jött. Köszönt. Csá, itt vagyok. Nem félek ám. Ne. Hello, hello. No para, minden a legnagyobb rendben. Látjátok, a pulzusom az mindjárt alvó állapotban van. Egy
icipicit ment csak följebb. Csak enni kéne valamit, de nem tudok mit enni. Ne, nem tudom elrakni a titánt. Táblakorral nem kell. Titán, úgy. Oké, menjünk enni valamit valahol. Barátságos. Tényleg barátságos. Tudjátok, mi az, ami nincs a bázisom környékén? Haja. Lebegő lény. De cuki. 80% rögtön jobb. Igen, jó, több kaját el sem tudok rakni, úgyhogy megyünk vissza. A bázisra. Jó, legalább azt a kaszás leviatán. Haló, nem vagyok olyan alacsonyan. Miért kopog neki? Legalább azt a leviatánt azt megnéztük közelebbről egy kicsit ma is. Nincs azzal baj. Welcome aboard, Captain. Fabrikátor, kaja, főtétel. Hát egy bumeránk halat tudok gyorsan csinálni. De ez egy nagy tál, amiben van víz, biztos van hal. Vagy biztos van hal benne ott is. Mi? Hát van, csak nem olyan hal, amit... Ó! Mondjuk leraknánk egy ilyen lénycsapdát a bázis mellé, és akkor a kis halakat így ide vonzaná. Az milyen lenne, és akkor azt a tudnánk enni. Próbáljuk már ki. De várjál! A lényeket vonza ide, nem a kis állatokat. Lehet, hogy ide vonza nekem a leviatánt, meg mit tudom én mit. Nem biztos, hogy jó egy ilyen lény vonzó cuccost ide rakni a bázisra. Inkább kihagyom. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Ettem, nyugi. Vital signs. Pedig olyan vonzó, elég vonzó. Elég vonzó, de kihagyom. Na. Nem hoztunk hínárt, de akkor csináltunk volna első segédcsomagot. Fali tároló. Ott amúgy elférne két fali tároló, és akkor kihasználjuk a helyet. Ó, most le tudok pakolni. Mekkora ez? Ez jó nagy. Ez akkora, mint az első segély. Hidratálást ignorolja? Bocsánat, nem láttam. Annak nincs hangja. Meg már kicsit fáradok. Lehet, hogy lassan le kéne rédelni valakit. Kifárasztottatok ma a mérhetetlen sok csíretekkel. Köszönöm szépen a hidratálást. Teljesen igazad van. Ide így lepakolok, és akkor majd elővesszük, ami kell. Ebbe mennek az alapanyagok, mondjuk titánt azt pont vehetnék magamhoz, mert az úgy se szükséges semmihez, igaz? És csinálunk még egy fali tárolót, ide a túloldalra. Így. Nem. Így. Á, még mindig nem jó. Most lesz a jó.
Most meg fönt van, hát nem hiszem el. Többször nem rakom át. Jó, most nagyjából szimmetrikus, minimális eltérés van csak a baloshoz képest, nem? Egymagasan vannak. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Megvettél rikkelve is? Hát ez az első ilyen bites rikkelés volt amúgy. Minden streamer OCD-s, de nem, semmi OCD, csak... És érted, nézzem már ki valahogy. Ide jön az elem. Ó, van vizem. Annyit raftoztál, hogy a WoW-ba is úgy akartad szétszedni. Hú, én a WoW-hoz most már hozzá se tudnék szólni, hogy mi hogy van ott, vagy mi történik, vagy mit tudom én. Légcső, oxigén tartály, az nem kell. Mit tudunk még itt csinálni? Ó, tudunk most már ültetni. Lehet, hogy az kéne, hogy túl végére is lerakunk egy ilyen cuccost. Mint ami itt van, ezt a több célú szobát, nem tudom, hogy hívják. És... energiacella, töltőállomás, az nagyon jó, fejlett kábelkészlet kell hozzá. Az viszont kellene. Kábelkészlet, arany, csíp. Kalória. Az meg arany, részdőtt, korall, aj. Olyan nem lesz. Több célú helyiség, az. Csinálunk egy ilyet, és azt megcsináljuk ilyen veteményesnek. Hogy itt a túloldalon, itt lenne a veteményes. Hát én kimegyek, mutogatom onnan. Welcome aboard, Captain. Hogy úgy indulna a bázisnak ez az első része, hogy ott van az a több célú, ahol az ilyen kraftolós részleg lenne, a tárolókkal, kraftolós cuccokkal, ahol ilyen eszközöket készítünk. Lenne egy ugyanilyen a túloldalon, és abba raknánk ilyen veteményest, virág, vagy nem virág, hanem ilyen növény ültető cuccosokat. És akkor arra hátrafele, meg majd még ki tudjuk bővíteni azzal, amivel szeretnénk. Szóval éhen fogunk halni itt. Mert itt nincsenek olyan pici halak tényleg, amiket úgy összetudnék szedegetni kajának, és gondolom, hogy majd lesz valami fixebb megoldás arra, hogy... hogy szépen tudjak kaját termelni magamnak, és ne kelljen állandóan halakat összeszedegetnem. Azt fogjuk most csinálni, hogy itt lepakolom a... Miért pont a közepén lehet átírni a nevét? Elég érdekes. Ide lerakom az első segély cuccot, mert az se kell. Sőt, a lézervágó, a elemlámpa, meg az elemes sikló, most az se kell, azt is ide lerakom. Elmegyünk a régi bázishoz. Most gyorsan szedünk kaját. Hol van? Ott van. Hozzá tudnál szólni a WoW-hoz, nem olyan vészes, csak egy kis idő kell hozzá, hogy összeszed magad, aztán rájössz, nem olyan gáz. Persze csak helyet tudod foglalni vele magad, és ha érdekel is. Hát érdekelni... Az a baj, hogy azért nem kezdek bele megint, mert... Régen én eléggé WoW függő voltam, én egy ilyen 10 évet letoltam úgy, hogy ilyen... Ilyen nagyon-nagyon durván. Ilyen mérhetetlen mennyiségben. Hazaértem még akkor sulis időszakban, hazaértem suliból, és onnantól, mit tudom én, délután 2-3-tól másnap reggel 6-ig ott ültem, és boboztam, és farmolunk, és csináljuk, és Insta, és PvP, és mit tudom én. És azt az időszakot azért nem hoznám, nem is tudnám visszahozni, meg nem is szeretném.
Úgyhogy ezt úgy oldom meg, hogy inkább nem nézek rá annyira a fofra. 14 éve ezt nyom. Igen. Sose vonzott a WoW. Pedig amúgy nem rossz. Na, gyere gyorsan, téged megeszlek. Téged is megeszlek. Igen, és most mindenkit meg fogok enni, kérem szépen. Mindent is. Hopp, az ilyen bántós hal, ez hogy került ide? Na mindegy. Hova tűnt az a lila hal? Itt úszott. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. Mindjárt immediately lesz, ne aggódjál. Oké. Jó, ennyi elég lesz egyelőre, hogy ne éhezzünk. Aztán utána olvasok csetet pillanat. Jó, most megetetem a hohakterünket, mert meghal. Úgy, na, úristen, mennyit írtatok a pillanat alatt. Szia Szales, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lassan mi is megyünk amúgy. Aztán majd szerintem holnap este folytatjuk. Sőt, amúgy, még amíg itt vagytok ennyien, gyorsan, mielőtt elolvasom a csetet, egy dolgot szeretnék. Nem normális. Azt a mindenit. Jó, most hogy Birdie fölkeltett mindenkit, köszönöm szépen az 500-ast. Isten. Átvette a vezetést, megint kemény vagy. Visszatértem. Nem vagy normális. Szóval, azt szeretném nektek mondani, hogy ma egy évvel ezelőtt volt az első streamem ever. Most, hogy vasárnap lett. Úgyhogy ma volt a legelső streamem pontosan egy évvel ezelőtt. Visszanéztem tegnap, mert tudtam, hogy most fog következni nem sokára, és igazából ennyi. Durva. Volt benne persze kis kihagyás, amikor ilyen nem éreztem a dolgot, hogy egyáltalán foglalkoznom kellene vele, de szerencsére lett normális számítógépem. Azt mondja, no. No, God, please, no! 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 Szóval időközben lett normális számítógépem, és sikerült megoldani, hogy tudjak minőségben, legalábbis olyan minőségben, hogy nem akadozik a játék, meg mit tudom én, meg egy... próbáltam fejleszgetni a dolgokat, és hát úgy látom, hogy nektek is bejön és tetszik a dolog, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, csak akkor szubaton? Nem. Nem. Azt a gyerkőc miatt nem tudom sajnos megtenni jelenleg. Majd egyszer lehet, hogy rátérünk, de az még nem most lesz. Na, viszont most föltápoltam magamat, és a bázis hogy áll? Egész jó a bázis, úgy nekem tetszik. Raktam le két tárolót, egy ilyen fabrikátort, egy rádiót, és nagyjából ennyi, mert kell még hozzá sok alapanyag. Nem titán, hanem egyéb alapanyag. Titán is kell. Jó, mindenit kell. Mindent kell gyűjteni. Nagyon sok idő lesz azt megépíteni. A holnapi streamben csak bázist fogunk építeni. Alapanyagot formulunk hozzá, és építjük a bázist. És alapanyagot formulunk hozzá, és építjük a bázist. Úgyhogy ja, mára viszont szerintem ennyi. Még itt elolvasom, hogy jaj, hogy miket írogattatok az előbb.
meg közben kilépek a játékból. Jó éjszakát annak, aki megy, aki megmarad, az megkapja a pontokat majd a raidért. Mert egy kis musica, úgy, ebből meg kilépünk. Úgy, nem mi volt itt a WoW-val kapcsolatban? Hogy a lore fogott meg igazán? Engem nem a lore fogott meg. Ez lehet fura, hogy a WoW-nál pont nem a lore fogott meg. Én imádok farmolni játékokban. Nem vagyok normális, tudom, de én imádok farmolni. Az úgy leköt, lenyugtat, ilyen chilleltet, azt szeretek farmolni. Engem a WoW-ba az fogott meg, hogy ott mentem, és sokszor órákon keresztül csak mit tudom én bányáztam, hogy szerezzek alapanyagot, és az, ja. Alig fél órája kérdeztem, hogy meddig megy erre lezárja. Az a baj, hogy nem tudok már odafigyelni rátok rendesen, és így azt hiszem észre, hogy elpörgött a chat, és nem olvastam belőle semmit, és úgy meg nem az igazi, hogy csak itt belezombulok a játékba, próbálok nagyon bénázva építgetni, mert azt se tudom, hogy hol áll a fejem, elfáradtam. Sajnos, igen. El vagyunk egymással? Azt látom, csak én szeretek veletek kommunikálni, és amikor már azt látom, hogy ti így beszélgettek, én meg egy szót nem tudok hozzászólni, mert föl se fogom, hogy miről beszéltek. Az nem jó. Az nem az a minőség, amit szeretnék nektek nyújtani. Hidratálás, már is. Kérdés, mi szeretünk veled kommunikálni? Na hát igen, ez itt a kérdés. Szóval a lényeg, ez korral jár, amúgy benne van a pakliba az is. Szóval a lényeg, hogy nem olyan streamer szeretnék lenni, aki csak ugye eljátszik, és akkor van, hogy 40 percig rá se néz a chatre, vagy ha ránéz, akkor nem foglalkozik vele, hanem én szeretnék veletek azért foglalkozni minél többet. Na, lényeg, nyomjunk egy jó kis raidet. De jó Isten, hogy ránézek ott a bit táblázatra a chat tetején. Nagyon durvák vagytok. Nekem nem menne, vagy egy játékra figyelek, vagy a chatre. Hát ez a játék teljesítménye, mert amúgy meg is látszik, hogy én is próbálok a chatre figyelni, mert a játékkal azzal nem haladunk, az biztos. A 100%, hogy azzal nagyon nem haladunk. Na, hova menjünk ma raidelni? Várjatok csak. Jó, megvan, hova megyünk. Megyünk egy éjszakai buliba. A mulat, jaj, nem ide. Azt benézted. Jaj. Na, srácok, lányok. Újra csak annyit tudok mondani, hogy eszmélettenek vagytok, és nagyon szépen köszönöm a milliókat, amit kaptam tőletek ma. Nem vagyunk elájulva, mi? Jaj, Bördész Zolitól tanultad? Feldobta oda a ajánlatba, ez mi? Nem lehallgatnak, a Twitch így működik. Ha leírod a nevét, akkor földobja. Mert figyeli, hogy mit írogatsz, és az alapján ajánl neked sokszor. Szerintem. Ja. Vagy csak túl sokat nézed. Az is benne van. Bár akkor nem ajánlatba dobnál, hanem követetnek. Na mindegy. Szóval, visszatérve, nagyon szépen köszönöm a rengeteg csillió-millió támogatást, amit küldtetek.
elmondom nektek, hogy először 9 hónap alatt kellett, 9 hónap kellett ahhoz, hogy összejöjjön az első Twitch fizetésem. Ezt utána ti egy hónap alatt megismételtétek, és most egy hét alatt megcsináltátok. Így, az a baj, hogy én ezt így föl se dolgozom még, hogy ez nem vagyok még erre fölkészülve, úgyhogy csak megköszönni tudom egyelőre, és próbálok mindig kicsit csinosítgatni, szépítgetni, hozzárakni a streamhez, akár csak alertekkel, vagy apróságokkal, vagy ezzel a pulzusmérővel, ami itt volt végig. Fejlődünk szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy egyre többen itt vagytok. Mi? Nem kell követni, hogy nézd. Ha ebből csinosítgatsz, akkor volt a kép a stream fejlődése és a szépsége érdekében volt a gipszed is. Nem. A gipsz az csak hátráltatott, de igen. De akár nézhetjük úgy is, nézhetjük úgy is. Na, szóval szép dísz volt az asztalon. Oh, jó, menő volt. Kár, hogy nem hoztam el, most is fölcsaphatnám ide. Most van ilyen menő, izét tartó párnám ez. Ez a lábtornáztató fölfújt párnám. Ja. Na, menjünk aludni. Indítom a raidet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm még egyszer rengeteg támogatást. Puszi a pocitokra. Holnap este találkozunk, és sziasztok. Jó éjszakát mindenkinek. Álmodjatok szép akált, meg ilyenek, meg kaptok akkor zenét hangosabban, meg mit tudom én, na, tényleg jó éjszakát. Kugi, sziasztok, hello! Jaj, a követő botok! Megint takaríthatok! És elpörgette, na mindegy.